és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, elindul a show, amelyre az ország ébred. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. 6 óra után vagyunk, 13 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello! Feri, hello, Jani, hello! Hello, két ízé! Sziasztok, jó reggelt! Balázs, akkor a rendületben van, bocsánat, hogy szabad vágok, Feri, de hát ezt mondjuk el. Tehát, hogy bejön itt a stúdióba, érted, két szót nem beszélünk, és már fölkapja, hogy már adásba akar lenni, már... Egyszerűen lenyűgöző. Ha Roger a pályán, én is a pályán. Így van. Ennyi. És nagyon fura volt egyébként, mert Roger egy picit várt azzal, hogy a pályára lépjen, hogy Balázs is megérkezzen a stúdióban, mert hogy félbe ennyi. Volt szakítva valamilyen okból kifolyólag a meccs. De én nem értem, hogy két ember között, egy sportoló és egy rajongó vagy tisztelő között, hogy lehet ilyen mentális kapcsolat több ezer kilométeres távolságból is. Kérem szépen. De ennyi. Hogy? Ennyi. Roger megvárt, amikor leültem és azt mondtam, jó reggelt. Aha. Elkezdett adogatni. Mondjuk szerintem inkább kihagyott valamilyen szponzor cuccot is szólt, hogy egy pillanat türelmetne, hogy nem látjuk a képen. Roger Dimitrov. A Baby Federer játszik a Nagy Federerre. Tökéletesen egyforma mozgásuk. És teljesen egyformán szerválnak, egyformán mozognak, egykezes formákat ütnek mindketten, csak Roger még azért. Hajrá, Fradi, ahogy elnézem. Picit jobb. Fradiba nyomja Roger, igen. Dimitrov sok Federer videót nézett annak idején. Dimitrovot konkrétan Baby Federernek hívják. Baby Federernek hívták, aztán ő erősen elkezdett az ellen tiltakozni, most már nem hívják annak. De hát Federer csecsén nőtt fel. Federer csecsén nőtt fel, ugyanúgy mozog. Nagyon hasonló a mozgás kultúrájuk, úgyhogy ezért hívják. De hát ne, most már egy-egy, ahogy látom. Aha. Na, azt szerettem volna mondani, hogy te nekem ne köszöngessél szép jó reggelt, te nekem ne mondjál semmit, és senki másnak ne mondjál te semmit teniszbe, mert... Bocsinszki. Bocsánat, amit keresel. Tehát 20 játékpénzt vertünk el 2 nap alatt, ha jól emlékszem. Az összfogadásaink értéke most pontosan 0. Ez elment. Vigasztaljon, hogy nekem egy kicsit nagyobb is elment. De vigasztal. Nem, a más pénze engem sose érdekel. Tehát, hogy te mennyit, mire, hova teszel, mennyire veszel magadnak, akármit, és mennyit buksz el, az engem nem érdekel. Hát az a te életed. De megindítottunk valamit egy 20-assal, és még a maga, mert ugye ez egy játékpénz, igen. Tehát én nem buktam semmit, te buktál, hogy nem ez érdekel, nem a pénz, hanem a beléd vetett hit, érted? Az most egy picit elment. Az, husz! Vacsinszki volt a meccs esélyese, hidd el. De hát ilyen a tenisz, sajnos. Ilyen a fogadás. Éreztem, hogy nagyon nagy páros vagytok, úgyhogy hogy megtettem pont az ellenkezőjét. És hát nyertél is vele, hogy menj. Jó, de te... Jó. Te úgy tetted meg, hogy már az első szetet elbukta Bacsinszki, akkor már könnyebb azért. Hallod? Aha. Na, hallod? Mert mondom neked, a Radvanska Bucsárdon 2008-at fogtunk, López Pellán 3005-öt, Verdaszkón egy 10-est elbuktunk, és Beck Bacsinszkin pedig a maradék 16300-at. Az sajnos elment. Szerencsére csak játékpénz volt, de nézzük át a mai ócokat, a mai játékokat. Mit jó? Mond erre Balázs? Hát a nap vége felé közeledünk már, úgyhogy nem tudom. Figyelj, azt mondja, hogy még azért előttünk van, még azt mondja, bocsánat, hogy... Bocsánat, a Ferrer Hewitt az bejött, csak nem tettük meg. Igen. Mondtam, hogy tegyetek a Ferrerre. Utolsó meccsén erről azért beszéljünk egy fél pillanatot. Én annak idején, amikor még néztem teniszt, akkor még Hewitt is azok közé tartozott, akiket kedveltem, és hát ezért egy egykori világelsőről van szó. Szóval neki az utolsó szóló meccse volt ez tegnap. Igen. Tehát ő már többet nem játszik, még lesz egy páros mérkőzése, de tegnap, hát gyakorlatilag az utolsó szetnek már sírva ment neki az ember, tehát azért voltak ott megható pillanatok, és az egész aréna... 2001-2002-es Melbourne-i győztes, tehát ő Grand Slam győztes azért. Komoly teniszező volt. Persze, komoly teniszező volt, csak már ugye szegényként kiöregedett. Hát most már nem mondok mindegy, nem mondok semmit, hogy kiket tegyél meg, mert nincs miből, mert elhasználtad a krediteret. Játékpénzből bármennyit tehetünk fel. Mondjad, létszik még, Simon, hogy mikor. Simon, tedd meg. Azt mondja, hogy igen. Delboni, Simon, Csillis, Bautista, Csillis, Djokovic, Szepic, Djokovic. Ez most három elég komoly. Ez nem fizet senkire. Jó, akkor tedd meg a Csillis, Bautista, Csillis. Kirgiosz, Berdik. Berdik. Bár Berdik elég kiszámíthatatlan, de a Kyrgios is, tehát, hogy tök mindegy. Berdik? Akkor Berdik mondtál még? Akkor tedd meg ott még Brizét. Abban nem vagyok biztos. Kyrgios is. Igen. Simon, Simon Delboni, Simon. Igen. Csillic, Bautista, Csillic. Jó. Csajok? Azt nem tudom. Jó, hát már, na. Na, elég legyen. Puntyiceva.
Punciceva. Punciceva, Julia Punciceva. Julia Punciceva. Punciceva. Nem is sose hallottam. De Margarita Gasparin se hallottam még soha, úgyhogy. Radvanska Puig. Hát ott a Radvanska szerintem is. Igen. Mladenovic Gavrilova. Ott a Mladenovic ott tenném. Williams, Serena Williams. Kassant Kina. Suárez Navarro. Na mindegy. Kuličkova. Gyerekek, az biztos, hogy nagyon hideg van kint. Így van, mínusz 11 fok. Nagyon hideg van kint. Mínusz 11. Péntek van, ez jó hír, jön a hétvége ez is, de az a mai hideg, ami kilépve a házból fogadott, az... És még az... megy lejjebb, csak mondom, tehát, hogy holnap már ne lép ki. Tényleg? Mínusz 15. Holnap nem tervezek ilyen korán kilépni, ez ma kegyetlen volt kint. Álltunk Viktória autójával, és hát szörnyű, hogy én itt hagytam az autómat bent a rádióban, tegnap egy autóval mentünk. Szétszoktoltál, vagy pedig direkt? Nem, egy vácra kellett mennünk ide-oda, intéztünk különböző valami dolgokat, és egy autóval mentünk, és akkor már visszafele mondtam, hogy hagyjuk itt, majd reggel bejövök. Indult tökéletes, semmi baj a gyerek. Ja, semmi, tudom, hogy mit kívántok nekem, mi lenne a jó, gyerekek, angol autó nincs annak. Amióta beraktál még egy aksit. Kettő közül és állandóan áll mellett egy ember, aki járatja negyed óránként. Igen, kicsit néha tölteni kell, de nincs baja, nincs olyan. Úgyhogy ez van, de nagyon hideg van, tényleg mindenki készüljön, mert baromi durva az idő. Jó? Uh-huh. Velem ennyi tulajdonképpen, tegnap voltam Vácon, Vác, üdvözöl benneteket. Na, Vác, jó, van. Nagyon, a belváros, meg ott a Dunapart. Minden nagyon szép. Nagyon rendben van, azt nem az láttam. A város, tényleg. Minden, amit mondasz, azt nem láttam. Ja, de az összes ja, jó, de minden mást, igen, úgyhogy nagyon szép volt Vác, és nagyon csókot ad benneteket Vác. Nagyon rendben van az a kis város. Egyébként. Jó kis éttermek is vannak, jó kis cukrászdák is vannak, Fejérek temploma, látnivaló. Á, meglepődtem volna, cukik nem a második helyen jönnek. Templomok. Gyönyörű. Múmiák, templomok, cukik. Múmiák, templomok, cukik, csöcsök. Igen, tulajdonképpen meg is vagyunk. Jó kis a tére való tekintetem, hogy csak múmiák, templomok, cukik. Nyáron cukik, csöcsök, templomok, múmiák. De a csöcsöket bízunk a képzeletünkre. Igen, mindenki képzeljen oda egyet-kettőt. Egyébként minden oké, minden rendben? Hát nálunk a marhára nem, tehát hogy sajnos nekünk egy rémálom volt a tegnapi nap, rá is ment valószínűleg erre a hétvégén, mert a gyereknek sikerült betaknyosodni, az egész osztálytől végig rombolta valami, és sikerült a lányonak is tegnap már úgy nagyon fújkálni az orrát, úgyhogy ma már nem is megy iskolába, hanem mennek szépen az orvoshoz. Hogy azért egy hétvégére nyugodtak legyünk, vagy nyugodtabbak, vagy legalább egyetlen tudjuk, hogy miről van szó. És akkor, hogy még ez nem elég, akkor szegény kutyának van egy nagyon kis gyomorcsavarodás, amiben most nem lehet visszacsavarni? Hát, de sajnos vissza lehetett egy kisebb műtét után, úgyhogy tegnap még délután meg is műtötték, úgyhogy egész éjszaka szerencsétlen állt a szőnyegén mellett egy gallérban, és zihált, úgyhogy felváltva próbáltuk meg kitalálni, mikor fog belepusztulni szegény a műtét következni, meg hogy vigyük ügyeletre, ne vigyük ügyeletre, úgyhogy nem. De mitől kap egy kutya, mert egy lókólikás lesz, és akkor kap egy ilyen bélcsavarodás, az oké, de a kutya mitől? Az ritkán megevett valamit? Hogy szinte ilyen spontán dologról van szó, tehát hogy gyakorlatilag teljesen kiszámíthatatlan a történet. Ilyen idősebb kutyáknál meg aztán pláne előfordul. Egy elég neki annyi, hogy mondjuk egy evés után egy kicsit ugrál kettőt. És igen? Tényleg? Az kutyáknál viszont nem hallja annyira. 180 fokban megfordul a kis gyomra be. Nem, egyetlen ponton van rögzülve, természet fura fintorából kifolyólag. Most már két ponton van neki rögzítve. Nem a természet fura fintorából, hanem köszönhetően az állatorvosnak. Valahova hát gyakorlatilag oda varják, úgyhogy most már többet nem fog neki megfordulni, de hát szörnyű. Tehát, hogy így. Hát akkor ebbe konkrétan bele tudnak pusztulni nagyon gyorsan a kutyák, hogy az ember nem viszi állatorvoshoz, neki már ez a második volt, úgyhogy. Kérdez, ez a lovaknál is van már, mikor ilyen kolikásak lesznek, az hasonló. Tulajdonképpen ilyen bélcsavarodás. Bélcsavarodás jellegű, igen. Bele sem erre gondolni, hogy olyan helyeken, ahol nincsen a közelben állatorvos, és nem tudják mondjuk egy autóba gyorsan beültetni a kutyát, akkor mi történik? Hát konkrétan az történik, hogy elmegy egy ország. Hát akkor elpusztul valószínű. Igen. Úgyhogy most nálunk ez van, tehát hogy a hétvégén sem fogom látni a Balatont befagyva. Hát nem. Figyelj, a Virág beteg, de a Virág már 13 éves, így van. Otthon tud maradni, és tud vigyázni a kutyára, amíg ti elmentek a Balcsira, nem? Hát végül is nem is olyan rossz ötlet. Hát most én szerintem ezt megoldottad. 13 éves kamaszodó kislányra, ha most ma kap gyógyszert az orvosnál, már nem kell annyira vigyázni. Ennyi. Telefonja van, nálad van, tercsi. Ketten kitesznek egy egészséges élőlényt, mert a kutyának nem szörcsök az őrő, nem fújkálja, a Virág ugyan fújkál, de nem érdekes. Igen. Viszont Virágnak nincsen megcsavarodó a gyóra. Kutya, hát de meg vagyunk. Meg is vagy. Hát reggel megfőzitek neki a te. Bár a Balaton! Így van, kettesbe elmentek, Virág vigyáz a kutyának. Lefőzöd neki a teját, hát már 13 évesen otthon tudod hagyni egy fél napra. Küldünk majd Smiley-t tihanyból neki. Persze, nézd csak, itt vagyunk, drágám.
Hello, ennyi. Szelfiztek egyet, Móri már. Remélyük, jól vagytok, igen. Nézd, csörök, ha van valami. Gombot, kővirág. Figyelj. Na, 10 évesen én már úgy ott voltam, ott karoltam egyedül. Anyám, még úgy ott vagytak egyedül. És jól is tették. Önálló lettem. Szerintem két hét múlva a lelléről. Megfőzték a töltött paprikát, berakták a hűtőbe, kiírták, mikor mit tegyek meg, aztán. Na jól van, hát akkor volt esemény nálatok is. Volt esemény. Egye meg, úgyhogy szerintem nyögni fogjuk egész hétvégén, de mindegy, fő az egészség. Hát most jön ez a nagy szezon, úgyhogy ezen most kell gyorsan túlesni, ez a január-február-március, ez egy 3 hónapos nagy hullám, orfolyás, influenza, mindenki. Hát kicsit lerobban, prüszköl, óvjum végig megy, és akkor utána jön a tavasz. Az ráadásul ugye közeleg a fél évi bizi, gyerekek, hogy hívják, még fél lábon is bekúsznak, vagy bemásznak. Vagy igen, az olyba is kezdenek időlni. Néhány, hogy hívjákra, felelésre, meg dolgozatra, hogy jobb legyen a fél évi biziük, úgyhogy hát nem csoda, hogyha ez. Azt már engedd el, már január végén, hova akarsz javítani? Nem fog az már menni. Hagyjad. De menni fog az még. Muszáj neki. Az most már biziosztás hallassa. Hát most már azon másokat nem tudsz kavarni, ha csak nem veszed saját kezelésben a naplót, hogy én tettem a gimnázium. Nem lehet mondták, már e-napló van. Mindenhol? Már nem tudod, már de mindenhol. Szerettem, mikor mondták, a sebessé oszt fel a naplót. Hogy a felében? Jó, már megyek is. Indul a kis toll a zsebbe. Így van, fölértem, amit a festék, Radír. Első emeletről az igazgatói toll, fölértem, egy lépcsőt kellett megtenni, balra volt az osztályterem, hihetetlenül feljavultak a tanulmányi eredmények. Igen. Elképesztő hoztam az átlagon. Egy matek 3-as bele oda, egy irodalom 4-es bele oda, egy kis angol 5-öcske. És haverokra is gondoltál ilyenkor? Volt? Aki megkért, de meg volt az ára. Mennyire adtál egy 4-es? Biznisz volt. Aha. Tehát iskolabüfé, pénz, havi bérlet, tehát meg volt az ára, és akkor mondták, hogy akkor Rozgonyi hozza fel a naplót, akkor én meg ott ültem a Rozgonyi mellett, és megbögtem, hogy akkor tudod mi a dolgod. És akkor Rozi, mert hogyha kihívtuk, tette a dolgát. Igen. Vagy tettem én a dolgomat. És nagyon népszerű voltam ezáltal, tehát amikor felszólították, nem tudom én, Boglárkát, Ari Boglárkát hozza a naplót, akkor mondom, Bogikám, hagyd csak, indulok talán, milyen kedves ez a sebesség. Ne, fáradj, igen, már a nevelés látszik rajta. Egy emelet alatt ijedetlenül fel tudsz javulni. Döbbenetesen. Sonkás szendvics, gyümölcs is. Rettenetesen fel tudsz javítani. És ugye elképesztő primitív volt akkor az osztályozás, mert hónapokra volt bontva a napló, és mint be volt írva kémiából március 1-2-es. Na de tanított az ember, érted, 50-60 embert, március, ha nem volt, hogy beírtál egy 4-est, fia nem volt neki áprilisban, hogy te azt mikor kaptad. Úgy javultam, mint a húzat. Sebesnyi, ez 2-5-ös mikor? Vagy? Nem emlékszik tanár, nem viccelj. Nagyon kellett vigyázni, hogy mindig az adott tanár írásával írt a jegyet. Tehát egy különböző módon írt az irodalom, a kémia, a matek, mindenki máshogy írt. Egy hét alatt. Gyakorolva. Szépen kikerekítve, szépen megtanulva, milyen jegy. Hú, mennyit lógtunk mi? Így a hát nem ezt ütöttem el az életben, meg is lett az eredménye azért vagy be őszintén, hát, megérte. Hát nézd meg. De rohadjon meg, aki kitalálta, hogy kémiát kell tanulni, tényleg. Megérdemlő, hogy beírtam magamnak azt a 4-est, tényleg. Tehát a kovalens kötés, meg a periódusos táblázat. Jó, adjanak már egy hülyeségek kell engem 14 évesen, de komolyan mondom. Úgy kell nekik. Nem? Én nem görnyerek ott a könyv fölött, teljesen fölöslegesen. Irodalom töri, azt szerettem, abból rontanom kellett. Az túl jó, túl ötös volt. Nyugi, azt lerontottam. Jó, nyugi, azt lerontottam. Az 4-6-os mindig. Mindig úgy csináltam, hogy kompenzáltam. Tehát amiből feljavítottam magam, másból lerontottam. És akkor így... Mit a csillagokat az ötös mellett? Igen. Átírtam az ötös négyesre. Na... Mit csináljunk? Meghallgatjuk a tegnap ismétlés, hallgatjuk az ötletet. Igen. Jó? Hallgatóinktól ötleteket vártunk, hogy mit tiltsanak be, mert ugye a taxisokat nem akartuk bántani, viszont az, amit megfogalmaztak, a szenzációs volt, még a hét elején beszéltünk róla, és ők ugye azt írták ebben a kis fogalmazványban, kérvény, hogy tiltsák be az Ubert, mindegy, hogy oldják meg. Netanyahu, Putyin, Orbán, valaki oldja meg. Ez benne volt a mai 21. században egy beadványban, egy kérvényben. És megkérdeztük hallgatóinkat, hogy még mit tiltsanak be. Hát egészen szellemes SMS-eket kaptunk, úgyhogy ezt most megmutatjuk. És közben már mondom, hogy lehet jelentkezni játékra, hét utolsó játékára, egészen nyugodtan. Hogy hét már elment számotokra, ugye 3-1 most az állás, de egy szépítőpontot még lehet hozni. Ennyi szépítettek még. Jó, úgyhogy jelentkezzetek játékra, mi pedig jövünk az ismétlés és a hírek után. A tegnapi adás legjobb pillanatai. Nagyon szerelmes SMS-ek jönnek valaki a szíra. Legyen 25 fok, oldják meg! Most! Ugye? Igen. Oldják meg, nem érdekel. Hogy ez egy ilyen legyen az idő, meg nyártást legyen az út megjelen. Kérem, tiltsák be a hóolvadást, mert elveszi a munkánkat. Egy hómunkás.
Ez jó. Nem érdekel, hogy veletek vagyunk. Írjátok meg, intézzék el. Na, akkor írja meg nekünk mindenki, hogy ki mit tiltsanak be, amivel a ti munkátokat veszítitek el. Jó? Tehát mi legyen az? Tiltsák be a napot, mert elveszik a szoláriumok munkáját. Hát, tök jogos. Így van. Ha betiltják a csapadékot, többet nem lesz szélvédőjavítás, szélvédős Feri. Érte nekünk, tiltsák be a csapadékot. Tiltsák be a levegővételt, elveszik a munkám. Köszönettel a kaszás. Küldte nekünk. Tiltsák be az egészséget, egy ápoló írta nekünk. Tiltsák be a cserépgyártást, mert elveszik a porcelán területét, üdv egy porcelán festő. Tiltsák be a helyes munkavégzést és a hibátlan termékeket egy minőség ellen. Nagyon szellemesek jönnek. Kornél Lakatos, ő szeretné a betételek a rendőröket. Így van. Szabályozzak a forgalmat, és emiatt kevesebb a baleset. Tiltsák be a fogmosást, Gizus fogászati asszisztens küldte nekünk. Senki nem moson fogat, tiltsák be. Tiltsák be a Google-t, le az internettel, üdv aranyoldalak. Tiltsák be a postásokat, üdv a postagalambok. Igen. Akkor tiltsák be a Wikipédiát, üdv a révaisok. Tiltsák be a liftet, elveszi a lépcső munkáját, írta nekünk egy lépcső. Tiltsák be az otthoni szexet, írta nekünk egy stoppos lány. Stoppos lány, úgy de szép megfogalmazás. Szüntessék be a hideget, üdv egy klímaszerelő. Nem érdekel, hogy ógyák meg most. Mindig legyen meleg. Le a hamvasztással, üdv a koporsó készítő. Tiltsák be a Tindert, mert elveszi a munkánkat, egy örömlány a hetes út mellől. Tiltsák be a rendőrséget, mert a bűnözők elvesztik a megélhetésüket. Ebédszállító vagyok, követelem az éttermek és az otthoni főzés azonnali betiltását. A háziasszonyok elveszik a munkánkat. Nem érdekel, hogy oldják meg. Tiltsák be a betiltásokat. Laciboy küldte nekünk. Kereskedő vagyok, tiltsák be, nagyon jó csével, tiltsák be az internetes vásárlást. Tiltsák be a vegákat, Zsolti, a húszszállító. Tiltsák be az Imódiumot, üdv a hasmenést. Jó, szellemesek jönnek. Nagyon szeretem, nagyon szellemesek jönnek. Igen. Tiltsák be a rádiót, mert csak kopaszul. Tiltsák be a Kalgont, elveszi a munkánkat. Gyuri 42 éves mosógépszerelő. A csatornázási műveknél dolgozom, tiltsák be a fogyókúrát, mert aki nem eszik, az nem is gittel. Üdv. Köszönjük szépen. András szeretné, ha betiltanák a fogyókúrát. Így van. Tiltsák be a látásjavító műtéteket, egy látszerész. Ugye? Igen. De milyen jogos. A szemüvegesek. Hát most értem, mi lesz velük. Tiltsák be a gluténérzékenységet, egy pék vagyok. Tiltsák be a jó ízlést, írta nekünk egy szobafestő. Kéne majd egy tüntetést szervezni azok ellen a tüntetések ellen, amik megbénítják a város, de abban bízom, hogy ez a tüntetés nem fogja már megbénítani a város. De miért, az városon kívül lesz, de akkor nem éri el a célját, érted? De ha téged betiltanak, akkor én szervezek egy tüntetést a te betiltott tüntetésed miatt, viszont engem is befognak arra Feri szervezés, folyamatosan megyünk egymáshoz. Ez egy hosszú láncreakció lesz, körbe tüntetünk. Mire a Ferit betiltják, téged kiengednek, te már újra elkezdesz tüntetni a Feri bezárása miatt. Utána bezárnak, én viszont megyek utána. 10 perc van pontosan, 7 óra. Roger! Behúzta az első szettet. Jól van. Hát most jól van, jól van, 6-4. Melyik, a kicsi vagy a nagy? A Baby Federer ellen, Dimitrov ellen, 6-4. 6-4-re vezet, úgyhogy jók vagyunk. Jók vagyunk, tedd meg nyugodtan. Jó formában van az öreg? Hát igen, csak Gyokot tudja megállítani szerintem. Viszont elő összekerülnek, már egyágon vannak, mivel Roger a harmadik kiemelt, így így elég gyorsan össze fognak kerülni, vagy az elődöntő, vagy a negyeddöntő, nem láttam pontosan a sorsolását, és akkor annak ott a vége. Sajnos. Aha. Gyoko érinthetetlen. Ha a második lenne, akkor csak a döntőben találkoznának. Azért kéne, hogy világranglista második legyen, mert akkor nem találkozik Gyokóval, csak még a Murray előtte van. De jó, jó formában van. Hát látod, hogy játszik. Mintha zsinóról húznák az öreget. Elképesztő. Tanítani kéne. Conga, imádom a Congát, imádom, ő nagyon nagy forma. Én most múltkor buktam el egy kis játékpénzt. Congám? Igen. De lehet. Akkor ne ugráljon. Conga nagyon kiszámíthatatlan. Nagyon örültem neki, amikor találkozott egy hölgyével, nem volt a top 100-ban a játékos, akivel találkozott. Simán. Nyelvert nem. Simán kikapja volt. Ennyi. Conga nagyon kiszámíthatatlan. Úgyhogy küldtem neki fenyegető hangvételő leveleket, népszabiból kivágott betűkből összevágott. Conga az a teniszező, aki akarja bármelyik nagyot megveri, tehát a Murrayt, a Gyokót, a Nadalt, bármelyiket. Ha olyanja van, akkor top 100-on kívüli játékostól is viszont simán kikap. Teljesen kiszámíthatatlan, de életveszély megjátszani bármilyen fogadó. Gyereket kérdezgettem, hogy pontosan írjam, hogy you are mother virág, TH modern. Na, hogy állunk játékkal? 3-1 ide.
3-1-re megyünk? Igen, hát persze, azt a miénk a hét. Tökéletes, 3-1-re megyünk. Ez a hét is a miénk. Ez a hét is, fogalmazunk inkább. Pontos. Le, a tények makacs dolgok, ugye? Hát a tények makacs dolgok. Megnézzük, kivel zárjuk a hetet, itt van a hét utolsó játékosa. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggelt! Szia, sziasztok! Hello, hello, várjál, megnézlek. Viki, hello Viki! Így van, igen, sziasztok! Viki, honnan hívtál minket? Én Budapestről, a 13. kerületből. Ó, legszebb! 13. kerület. És ma van az utolsó munkahelyi napod, vagy a napod a munkahelyedem, tényleg? Igen, 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 gondoltam, ezt megkoronázom egy ajándékcsomaggal tőletek. Na, hát én ilyen kis önbizalomtól dúzadó vagy, hogy már egyből beírtad magadnak az ajándékcsomagot. Igen, igen, úgy gondoltam. Kivel játszál? Én a Jánost választanám. Te kedves vagy. Jánost. Na, akkor vágjunk bele. Mehetünk? Jó, rendben. Na, minden mást akkor majd játékban. 3-2-1, tessék. Jaj, azt mondtad, hogy az utolsó munkanapod? Így van, jól mondod. Angyalföldön is élsz és dolgozol is? Csak itt élek, viszont dolgozni hol most dolgozom? Szentendrére járok kidolgozni. Az elég messze van. Hát figyelj, egy óra alatt ki lehet érni, de egyébként már csak, hogyha hogy amennyit te is tömegközlekedsz, így rengeteget, tudod, hogy, rengeteget. Tudod, hogy ott van egy hév, ami aztán igazából a végállomása a szentendrei hévnek, ott van a munkahelyem mellett. Jaja, a volt munkahelyed melyed? Hát jelenleg még van, tehát. Ezért is jössz el, mert messze van? Másokból kifolyólag? Mások, így van. Miért? Így van. Én szeretnék egy más területen elhelyezkedni. Uh-huh. Az új hely, ahol megyek, az egy logisztikai cég. Meg is van már? Így van, tehát ott az állat már egy pár hete megkaptam. Megkaptad, számon... gratulálok. Köszönöm szépen. Udvarjás vagyok? Mint mindig. Nem is, mert... Jaj, vasszük. Pedig milyen szépen játszottál. Azt a mindenit neki. Azt a... Jézusom, végig... Na jó, vissza. 2 másodpercet volt, tehát már melegedett a taps, jött a taps, ugye az egész kor ugrik be, de már én 55-kor indul. 58 volt. Tehát, hogy 2 másodpercet volt. Vagyok, Istenem. Nem vagy béna, mert nagyon jól játszottál, nem, jó játszottál. Elengedted itt már a végét. A legjobb játékos annyira nem is görcsöltem, mint amennyire hittem, hogy fogok. De nem baj, majd holnap megünneplem ezt a munkahelyváltást egy bulival. Nagyon jó tudom. Az nem, de nagyon ügyes voltál. Én már kezdtem Annával összenézni, hogy írd be, add meg, hív föl, szólja, utána, kedve, küld el. Ez meg van. Jó szokásodat, nyugodtan szólhat neki. Igen, hát nem kellett sok, 2 másodperc. Hát nem baj, majd legközelebb. Milyen szörnyű lehet így kikapni, mert a fél percen elmegy egy dolog, de is, hogy 2 van, ez így biztos még sokkal rosszabb lehet. Na mindegy, mennünk kell, jönnek a hírek. Ne, ügyes voltál nagyon. Ciao. Köszönöm szépen, sziasztok. Hello, Viki. Hello. Szörnyű lehet, így kikapni. Basszus, te kegyetlen. Minden kolléga ezt fogja mondani már egész nap. Amikor lefutod a maratont, és valaki elgáncsol a 40-es kilométernél, érted? Akkor végigmész a túron, egy hegyi emelkedőn is, lefele, a lejtőn, mikor már csak gurulni kell, elesel. Hát, most mondjad, mi ilyeneket érted. Istenem, pedig biztos, hogy sokat jelentett volna neki. Hát nekünk már ennyi győzelem után semmi, de hogy neki. Neki, érted? Eloltod a házat, tűzoltó vagy, fölmászol létrán, és mászol vissza, megcsúszol, hirtelen eltöröd a kezed. Érted? Az élet ilyen. Könyörtelen. Na, megyek iszok egy kávé. Na, megyünk érezni egy picit. Hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, elindul a show, amelyre az ország ébred. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. 7 óra után 9 perccel itt vagyunk, jó reggelt minden Morning Show hallgatónak. Péntek van, itt a hétvége közeledik, szépen lassan egy újabb hét ment el, és hát elképesztő, milyen gyorsan mennek a hetek, lassan búcsúzunk a januártól. Mondjuk az nem baj. Nem, a, ugye, abszolút nem. Az a baj, hogy a július is ugyanígy megy el. Az a baj, hogy a nyár is ugyanígy megy el, igen, és minden nap kémlelme az eget, és minden nap megállapítom, hogy ma szerintem megint egy picit hosszabb ideig volt világos. Tehát teljesen rákattantam erre, hogy a gyerek óvodából elhozási idejéhez viszonyítva nézem, hogy ez a fél öt, három, negyed öt,
vezes naplót. Kedves naplót. Kedves naplót. Ma kedves 2016. Naplót. február 4-e van, a nap lenyugodott. Úgy láttam, ma megint egy kicsit tovább volt nappal. Ennek nagyon örültem. Tegnap nem jöttek be a tippjeim, nem merek fel is emellé kerülni. Igen. Tegnap te meg marára nem zavarja az az elmúlt 20-as. Ez a pár mondat nem kerülne be a naplóba. Tegnap Bucsinszki sajnos nem volt jó. Viszont gyerekek, oda a második szett, úgyhogy nem örülök ennek, amit látok. Egyelőre Roger. Roger eladta a második szettet, lehet, mert ő is benne van a bundabotrányban. Ja, igen, lehet, hogy szóltak nekem a második, az legyen picit is. Szólt a feleségének, hogy rakják fel 20 dolcsit arra, hogy elveszem a második. Elvesztem a második szettet. Mirka elment egy fogadóirodába, fölrakta napszemekbe, hogy senki ne lássa, és nyernek majd ezáltal $40, tudod. Nagyon kell neki. Hát igen, Dimitrov hozza a második szettet. Úgyhogy Rogernek kapaszkodik el. Na de mindegy. Egyelőre ennyit a teniszről. Természetesen tudom, hogy nagyon éhesek vagytok a friss hírekre. Úgyhogy minden pillanatban, percben. Hát az egész ország izgul Dimitrovért. Dimitrovért vagy Rogerért. Roger a pályán. Egyébként jó lesz, az harmadik szerben meg vagyunk. Trafia 150-esen Mosonmagyaróvárnál. Az Óvár felé menőket mérik. Ez a 150-es kilométernél van az M1-esen, vagy igen. A 150-es úton, vagy hol van ne, ez? Az a 150-es kilométer. 150-es kilométernél. Nincs is meg kilométerkő. Hát ilyen kilométerkő már nincs. Nincs. Van? Nincs. Ja. Azt mondja, hogy... Kilométer tábla van. Tábla van már, igen. Meghallgattam ezt a játékot, nem, nagyon sokan írják, hogy passzív voltál, de nem voltál. Én az elég sok kacsintós ügyelet látok azokon mellett a felvetések mellett. Én úgy érzem, hogy ők ficcelnek, tehát hogy nem, én nem gondolom azt, hogy passzív voltam. Nem voltál. Ugye, hogy nem? Nem. Meghallgattam. Nyugtass meg magad. Kicsit veregesd meg a vállad, jó voltál, Jani? Nem voltál rossz kicsi. Viszont kevés a közlekedés írunk, úgyhogy küldjetek az el. Nem baj. Jó. Jó? Sose baj. Jó. A Győri vonalon felső vezeték szakadás van, Herceghalomban állunk, a vonat bizonytalan ideig nem megy tovább. Ott mit csinálsz? Herceghalom egy szép település, nincs vele baj, csak nem oda indultál. Aha, meg így ugye? Péntek hajnalban valószínűleg nem akarsz senkit körülnézni. Igen. Ott tehát nem az ott megnézni. Állva, ülsz a vonaton, nem tudsz mit csinálni. Várod. Küldenek egy buszt? Hát nem, vagy megfotozzák a vezetéket, nem tudom. Azt hiszem, hogy kijön két munkás, felmászik egy létrába, és akkor hoz egy kis kábelt, összefoltoz, azt itt a vonatnak egy zöld mehet, és hogy? Nem is értem. Hihetetlen. Ide kívánkozik, még mindenképpen el kell mondanom, hiszen mégiscsak lokál patrióta vagyok, és a véreimről van szó. Az 50-es villamos helyett a Szalvascsárda téren és Pest-Szentlőrinc béketér között pótlóbusz közlekedik egy meghibásodott jármű miatt. A villamosforgalom helyreállásáig türelmeteket kérjük. Már nem mi, mert nem mi hoztuk, a BKK. A betyárját. Az 50-es. M3-as 85-ös kilométer Könnyíregyháza felé kamion az árokban, ez pedig Csiga küldte nekünk. Köszönjük. Köszönjük szépen. Hallottátok, hogy a Pataki dalt írt a saját műtétjéről? Ne, légy, mi már reggel ezt boncolgattuk itt Janival kettesben, mert szerintem gyönyörű dolog maga a fájdalom, ugye a felépülés, a hála az orvosok felé ez dalba önteni. Csak hát azt tudjuk, hogy ez egy milyen műtét volt. Ugye? Mert én azt mondtam Ferének is reggel, ha még a ne adj Isten, tényleg a szívével lett volna valamiféle probléma. Tehát ott abban azért bele tudsz vinni érzelmeket, ott vannak olyan hasonlatok, meg olyan dolgok, tehát mégiscsak ugye a lélek otthona, meg mit tudom, tehát hogy ott lehetnek érzelmes, negédes gondolatok, és akkor az olyan szép, de hogy most ez egy altesti műtét. Igen, volt. Ez egy aranyér műtét, mondjuk. Hát nem tudom, hogy az aranyér műtétéről írt-e, lehet egyébként ez a szívműtétről szól, és magáról a fájdalomról, tehát nem, azt nem gondolnám, csak nem az aranyér műtét. Nem, igen. Tehát a cikk az úgy, hogy csodaszép dalt írt a fájdalmáról Pataki Attila, akit egy hete műtöttek, de már sokkal jobban van, aranyeres csomókat is eltávolítottak belőle, de aha, hogy ez valószínű, inkább a szívműtétjének szólhat, hogy ő erről írt, vagy magáról a fájdalomról, vagy hogy milyen az, hogy tehetetlenül fekszel, vagy ott vannak a szeretteid az ágyról. Én nem hallottam még ezt a dalt, nem tudom, hogy kint van-e. Hát azért abban bízom, hogy csak nem az aranyeréről írt dalt, nem? Tehát akitől minden szép, a hűtlen, és a mi vagyunk a rock, mi vagyunk az élet, gyere őrült. A slágerista csúcsát ostromolja, csapjunk. A Lukas párnak. Csapjunk a levegőbe, jöjjön egy dal az aranyéről. Azért ezt így nehezen tudom elképzelni. Csak ezt olvastam, de azért a Blik is érdekes, hogy azért úgy írja meg a cikket, hogy azért ha akarom az aranyér műtétjéről írt, ha akarom, és végigolvastam közben, míg beszélek, ha akarom, akkor az arról a tortúráról szegény, amit egyébként nem kívánunk neki, és jobbulás, és minden jót, amit az ember átél, amikor mondjuk egy komoly problémával műtétre kerül sor, és hát nem tudja, hogy hogyan tovább.
így is érthetem, úgy is érthetem. Ugye? Hát mégiscsak. De én bízom Attilában, hogy nem erről. Ő csak erről beszél. Hát igen, igen. TV-ben, rádióban, mindenütt. Igen. Nagyon, nagyon kell vigyázni egyébként, hogy tényleg milyen szófordulatokat használ az ember, mert mondjuk, hogyha egy mondjuk panaszkodsz és kifakadsz, az egy dolog, de hogyha mondjuk ebben a relációban mondjuk használod a kifakadsz szót, akkor már az nem ugyanaz. Inkább legyen a kiöntöttem a szívem, ha tanácsolhatjuk, Attila. Igen, a Hír 24 már le is hozta, az a szép, akinek az aranyér. Tehát, hogy ők már... Igen. Már eljátszottak a gondolattal, hogy tudna erről Attila Daltini. De továbbra is jobbulást kívánunk neki. Így van. Ezt is adjátok át, nem, jó? Ezt is írjátok majd bele a cikkbe, amit arról írtok, ja, igen, hogy most Attiláról beszéltünk, és kinevettük, hogy szeretjük az Eddát, főleg a régit. Egyébként tényleg jobbulást kívánunk, és nincs bajunk Attilával, és drukkolunk neki, és jobbulást, csak a blik után az ember ezt így elolvassa a cikket, és elgondolkozol, hogy milyen lehet egy dal. Ha valójában arról írt, de azt gondolom, hogy nem. Talán nem erről, hanem arról. Nem is tényleg. Felépülést, és még nagyon-nagyon sok boldog, hosszú, sikeres évet kívánunk a zenekarnak is, Attilának is. Zenészként is, civilként is. Hajrá, Attila! Zenészként és civilként? Igen. Természetesen. Igen. És még egyszer, hajrá, Attila! Azért valaki megírta a magyar Golden Eye-t. Igen. Az aranyér. Nem, mert a Flor meg a herevasarásról is énekel igazolni egy hallgatónak, aki írja, hogy... Jó. Igen. Ugye a Florról jellemző az irónia, meg az önirónia, meg a humor. Attilára már nem annyira. Igen. De hajrá, Attila. Képzeljétek, bérsüttetek magamnak. Na, de mit ez süt? Jól hangzik. Mit sütnek és kik? Almáspitét. Van te valaki? Nem tudsz almáspitét sütni? Nem. Ez... Még nincs. Babocs. Azért nem egy bonyolult dolog. Na, se türelmem, se energiám. De ki, bemész a pékhez, a helyi pékhez? Nem, egy idősebb néni süt nekem. Uh-huh. Van rokoni kapcsolat köztetek? Igen, egyet a világon semmi. Nem, de ha jól sikerül, elveszi. Elvál a Vikitől, és elveszi a néni. De hogy, nem, hogy egyszerűen megkóstoltatta veled a pitét, egyszer az hozott, a néni? Hozott a nénye pitét. És a néni pitéje. Bekopogott, hogy Baláskám. Te sírjad a szöveget. Sétáltam az utcán, és azt mondta, hogy Baláskám. Nem kóstolod meg a pitém? Gyere csak be, édes fiam. Forró gőzölgő pitém. Nem is olyan fahéjas, mint máskor. Megkóstoltam a néni pitéjét. Igen? Igen. És? Finom pitéje van. Milyen páj volt? Almás, apple pie. Apple pie. Jóféle pitéje van a néninek. Rácsosra csinálja, vagy csak belesüti? Nem varjálja. Szépen semmi megsüti. Szépen pite. Megsüti, aha. Igazi, finom, nagyon jó ízű, reszelt almát tesz bele, és felajánlottam a néninek az év bizniszét. Tepsinként fizetek azért, ha ő süt nekem almás pitét. És most almás pitét dílerkedek, tehát a néni feketén keres egy kis pénzt, nekem pedig süti az almás pitét. De tovább adod a pitéket, vagy magadnak? Nem, hát a családnak, nem árulom, nincs garázsvásár, semmi. Nénye jön a pitével. De jó. Egy forró tál almás pitével. Nagyon jó. Kifizetem. Alapanyagokat ő szerzi, de megszerzi neked az alapanyagot, neki nagyon jó nyugdíjkiegészítés, én többet fizetek, mint amennyibe kerül, uh-huh. Viszont egy ekkora tepsi almás pite, finom, melegem még a porcukorral, megszólja a tetejét. Írja belőle te is dalszöveget, apple pie, ha izgatom, nem is fáj. Ja. Na, úgyhogy bérsütök is, azon gondolkoztam egyébként, hogy hány nyugdíjas örülne annak, ha kihasználnák. Ha kihasználnák ezen kvalitásait. Hát hány nyugdíjas baromi jól tud sütni, nincs kinek. Vagy messze laknak az unokák. Vagy a gyereke nem látogatja, vagy nincsenek jóba, vagy eltávolodtak. És hogy milyen jó lenne az, hogyha ezen nyugdíjasokat úgy lehet igénybe venni, hogy megkérdezni, hogy mit akar ott a környezetedben csinálni. Aha. Kicsit vasalni, segíteni. És valami olyat csinál, ami neked megír egy bizonyos pénzt, neked azzal segít. Viszont ő megkeres pénzt. És most keresel olyas valakit a lakókörnyezetedben, aki megcsinálja a vasárnapos életet? Mindenre szeretnék felvenni már az almás pitét, és ezért most már szeretne mákosat. Várom a vaníliasodót, házi kuglófot készíteni tudó, idős, öreg, idős, unatkozó, kicsit idősebb, nagyon helyes, aranyos nyugdíjazott asszonykákat. És a néni bérsüt. Most pihentetem a projektet. Aha, most ne, hogy befáradjon. Most ne fáradjon el, tehát
legyen sok alapanyag keresen. Tessék? Tápiókapuri, vaníliasodót. És mert lehet, hogy ott fog, tehát minden nap lesz egy néni a kapu előtt, és ott vár egy ilyen izével, egy ilyen kis vagy kockás kendővel. Kockás kendővel letapar állal, tepsivel, lábossal. Lehet, és megcsinálja nekem a kis bablevet. De nem, tényleg ez tök jó ötlet szerintem. Egyébként hogy... tényleg jó kezdeményezés. És simán el tudom képzelni. Ilyenkor a nénit elkaphatja a NAV? Tehát nekem ő bér. Hát, én fizetek ezért mondjuk 5000 forintot. Aha. Nekem megéri. Tehát tényleg akkora tepsi, én nem is tudom, hogy hogy férve a sütőbe, egy iszonyat óriási tepsi, hát azért az a melózol. Mennyi a forró volán száma felé? Tehát mire lereszeled az almát? Azért az egy pepecselős munka, meg lehet csinálni, nem bonyolult, de nyújtod a tésztát, megcsinálod az alsó linzer, felső linzer, rakod, hosszú. A nénit ezért megvághatja a nap, mert én nem akarom, hogy baja legyen. 120 almás pite után vághatja meg. Már háromnál vagy négynél tartott. Akkor még van bőven. Még van. Mert az 600 ezer forint, akkor éred el, és azt hiszem, egyszer beszéltünk a NAV-val, és azt mondta, hogy 600 ezerig nincs nyomozás. Az jó. De na, ahogy a nem vágják meg vagyonosodásira. Nem, a 121. piténél van baj. Fölnyomják a nénit, hogy nagyon durván kezd vagyonosodni, mert a bali pitét sütött neki. És arra gondoltam, hogy milyen jó lenne, ha ezen nénik nem is effektíve a pénzről van szó, hanem azt éreznék, hogy ők még hasznosak a társadalom számára. Mm-hmm. Tehát mondok valamit, mit tudom én, te szeretnél köttetni a gyermekednek egy sapkát. Jó találkozik jóval, nem azért, mert nincs pénzed megvenni, hanem mert jön, nincs sétáltatja a kutyát, milyen jó lenne megkérdezni, hogy nénye. Tud-e maga kötni? Tud-e maga kötni? Aha. Nényed a keresztanyád. Igen, takarodj ilyen bűnös körökbe, megverlek a botomat, és a néni lefúj egy 5001-essel, tudod, a tacskó meg megharapja a lábodat. Bocsánat. Mondjuk kötne a gyereknek sapkát. Hazamenne a nénye, megvenné a kis mohair fonalat, te megveszed neki az alapanyagot, ő megköti a sapkát, a gyerek örül, van egy házilag kötött sapkája, a néni nagyon boldog, hogy köthetett az örökbefogadott unokácskájának, aki ugye nem az unokája. Tök jó! Tehát ezt ki kéne használni? Hány nyugdíjas hever parlagon, mert nem kap elég lehetőséget. Nem azt mondom, hogy dolgozzanak, hanem hogy legyen nekik egy kis kiegészítés. Tudod, milyen boldog a néni, hogy süthet? És nem feltétlen a pénz miatt, gondolom. Bár már emelt az áron. Nem, de a harmadikra. Azt hittem, már elkezdem nyerészkedni. Jaj, Balázs, fölment az alma. Most már 12. Hát ezek tollasabbak, mint nallajta. Éppen annyit fogok kérni. Vagy burkoltál, mert ez kisebb tepsi. Levette a tepsi méretet, igen. Most már csak ez a rakott krumpli is tepsi van. A szélét meg levágja magának mártogatni, mi? A kávéba. Hogy alakult ki a biznisz, azt mondd már el. Tehát hogy akadtatok egymásra? Egy helyen lakunk, és ő megkínált. És hazavittem, megkóstoltuk, és annyira ízlett, hogy... Visszament, és azt mondtad, én azt mondtam, hogy én nem kérhetem ezt ingyen, de nagyon finom, viszont nem kérhetem, viszont a gyerek nagyon örül, Viki, nagyon örül, én nagyon örülök, és mi nem jutunk sokszor ilyen házi dologhoz, mert lustábbak vagyunk, meg ezek tényleg... Mennyi betetszik zárni az ajtó. Ez igazi régi recept. És én felajánlottam neki, hogy nem, aranyom, akkor sütök még, én nem. Sütött még egyet, nem fogadta el, majd felhívó jellegel egy nap múlva visszaadtam neki a teljesen kitakarított, súvickolt tepsit, hogy már elfogyott, édesem. Hát mondom, egy nagyon jó pite, de, és ott jöttem elő, az nagyon durva üzleti ajánlattal. És belement. Aha. Kellett egy kicsit győzködni, de belement. Belement, elfogadt először, nem akart, hogy ő szívesen csinálj, de mondom, van alapanyag, van liszt, van cukor, hát azért ezek drága dolgok, tessék nekünk bérsütni. És a nénye azóta bérsüt. De jó. Hogy mert azért érdekes a dolog. És olyan hozok majd nektek legközelebb, olyat csinál, hogy megőrülsz. Nagyon finom. Hogy a fatális véletlen miatt van. Tepsiben adja. Ja, ne haragudj, de hülye vagyok. Hogy véletlenül akartatok egymásra, érted? Kéne valami fórumot találni ennek, ahol például a te környezetedben lakók be tudnak jelentkezni, hogy a kis Beninek kötnének egy pulóvert. Nem arra kis Beninek. Igen, és akkor hogy hívják, persze. A kólyák összerakják a kabátot, a Béla megcsinálja a vásznat, a kisvakon pedig elmegy a rákhoz, aki kivágja a játszót. És egyébként is tényleg úgy történő az egész vitvétel, amire andó a középkorban, hogy a földes urat ellátják mindenféle, hogyha nincsen pénz, akkor ez hoz ezt hoz tyúkolt, az köt sapkát. De hogy más is rá tud arra jelentkezni. Én nem csak erre gondolok, hanem a környezetedben te megtalálod a nénit, és azt mondod, hogy tetszik-e tudni sütni, tetszik-e tudni, hogy jaj, aranyom, persze, nagyon boldogan. És én tök boldogá lehetne őket tenni. És ha ez a véletlen a néni nincs, azóta boldog. Érted? Akkor neked nincs bérsütőd. Hát tehát kell egy fajta. Valamit, ki kéne találni. Tehát akkor csináljuk meg a www.nénye.eu-t. Így van. Nénye.com. Akkor igen. Már. Lenne a nénye BT. Mi elindítjuk ezt a vállalkozást. Kinek mire lenne szüksége? Igen. Mondom én. Mit tudom én.
Zoknit stoppol. Hát te tudsz, de azért kevés palit stoppol. Bejönne egy óra alatt, megstoppolná az oknyaidat. Segítene vasalni, kötne. Egy kicsit olyat, amivel ő is hasznos, és neked, téged pedig boldoggá tenne. Nem lenne jó? De. Hát szerintem zseniális. De, és az időseknek egyébként ez egy nagyon jó elfoglaltság lenne. Egy kis lendületet vinne a nyugdíjas éve. Arra gondoltam, úgy fogom csinálni, hogy beszélek a polgármesterrel, és ezt messzire tekintesz. Később pedig rácsörgök Kövér László. Igen, fölhívom Rogán Antalt. Összeszedem a nénnyéket. Igen. És csinálok egy nénnyeházat. De beültetem a nénnyéket. Aha. És te be tudsz menni hozzájuk, igen, és meg tudod beszélni, neked mire van szükség. És ott ül egy nénye, aki var, ott ül egy másik nénye, aha, aki süt, ott ül egy harmadik, aki stoppol. És akkor tényleg így bemegyek, és akkor a portán mondom, hogy Rácsos Nyínzer, harmadik emelet, négy. Ilyes ablak. És egy kis manufaktúrában, ott Örök Bálint Budaörsöl összegyűjtött egyébként idős, nagyon helyes, aranyos, unatkozó, ám de agilis. Madárt, egy nem tetrekéz, ez konkrétan rizses lecsója, nem madárt szeretnék csinálni. Ja. Tetrekész idősebb néniket beültetem, és dolgoztatom őket. Ahogy az iPhone dolgoztatja a gyerekeket, nem tudom, hol. Kínában én az idősebbeket. De örömet adok nekik, munkát adok nekik, nyugdíjkiegészítést. Hülyeség? Nagyon jó. Gyúrja a tésztát, a másik stoppol a harmadik. Mindenféle szolgáltatás lenne? Hát most mi jó napot, bum, finis, vagy mire van az? Idős nénye, negyedik emelet, kettő, tiszta között, és szappantala. Katikám, az úr nagyon fickos. Az ötödikre kéne felmenni, ott van a masszás fotel, a zuhanyzó. Nem jó? De, ez jól hangzik. Szerintem teljesen rendben van. Mondjuk azt, hogy összegyűjtöd őket egy házba, ez picit nem fura. Tehát, hogy ez kicsit hát legyen egy ilyen nénye manufaktúra. Ott a polgármester hivatal mellett, ahol lakom, kibérelek egy ilyen kis községházat, és ott lesz a nénye manufaktúra. Egy ilyen kis községház. A kultúr. Jó, hát akkor a kultúrházat kipakoljuk, ott úgyis csak egy csomó. Nyitott lehet rá a polgármester úr? Tessék? Akkor most hívjuk föl. De most köregünk rá, szerintem már ébren intézi a település dolgait. Hát szerintem egy fél nyolcas telefont ez megérne. Simán. Igen. Van egy hallgatónk. Van egy hallgatónk. Halló, jó reggelt! Halló, Gergő! Nagyja! Igen, tényleg. Gergő nélnyi. Gergő, hello, mondd, mit szeretnél? Én nem, csak beírtam, hogy nekem nagymamám már évek óta ezzel foglalkozik. Komolyan? Mit csinál bér? Bérsüt? Bérsüt, ne csináld! Süteményeken, meg száraz tésztán, házi száraz tésztán. Csiga tészta, lebencs, az igen, már. Az jó. És ezeket otthon csinálja, és akkor jönnek a delikvensek, és megmondja, hogy ez ennyi, így annyi. Van, így van, így van. Rokonok, barátok, ilyesmi. De fizetnek nem, érte, tehát nem ingyen kérik. Nem. Hogy adja a tálalmás pitét? Hát, azt én így meg nem tudom, meg nem tudod, mondom neked, mert... Hány tojás, sosa csiga tészta. Annyi féle fajta, mert alapanyagtól függ, hogy mennyi az áron. És ez szájról szájra terjed közöttetek, hogy figyelj, van a nagyi, és akkor ővel lehet dolgoztatni, vagy hirdeti magát. Így van. Mi a kedves neve? Ilona. Féle házi. Ilusmama. Ilusmama házi sütije. Így van. De jó. Echte, eredeti Ilusmama. Így van. Lebencs. Ugye, ez egy érdemes, hogy csinálom. Nem csak a faluban, már Debrecenben, a faluban, már a gyógyszerésztől kezdve nagyon sokan oda járnak. Ajajajajaj, nehogy aztán híre menjen, jönnek a próbavásárlások, az állvásárlások. Olyan szinten nem, most én nem arról beszélek, hogy havi szinten 600 ezeret összekeres. Nem erről van szó. Húgy, hogy megetődött mennél. Igen. Igen. Nagy vett egy gémercit magát. Mindig van mit csinálni, elfoglalja legalább magától most. Igen, így van. A nagyit a múltkor egy SL55 AMG-be látták, mizé kábrióba csapatni. Azzal jár fel a süteményhez valamiért. Azzal jár a piacra. Most építhetek egy parnyi panamér a kombit. Azért nem feltűnő, mert én szoktam vele járni, el szoktam tőle kérni. Nagyon helyes. Hát igen, csak aztán tényleg a cukrászok nehogy betiltsák a bérsütést. Nem? Tiltsák be a bérsütést. Tiltsák be a nénnyéket. Tiltsák be a nénnyéket. Tiltsák be Balázst az ötleteivel. Igen. Így jó. A faluban nincs cukrászat, ugye nincs ilyen probléma. Én szeretnék összeszedni néhány nagyit és futtatni őket. Miért nincs cukrász? Megmérgeztétek? A nagyi megmérgezte őket. Nem tűrjük a konkurencián. Egy kicsi patkány mérgezte teszek. Jó ember volt, de kell az állásra. Nem szabad hagyni a konkurencián. Köszi, hogy egyen uralkodók vagyunk. Helyes. Mi is erre törekszünk. Köszi, Gergő. Nincs, mi sziasztok. Hello. Gyurikám, ezt kóstold meg. Házi sós, Péti sós, hogy rohagy. Személy. Lesz 6-7 nagyim. Aha. Futtatom őket. Fú. Na, ebből meg a következő címlapunk. Tessék? Százalékért? Vidám hétvégén nézünk, Balázs nagymamákat fog futtatni. Non-profitban működöm. Non-profit, jó. Tehát nem akarom a nagyikat levenni.
Tehát nincs, hogy a navi egy, a nagy egy havi bért fizet navi. Nekem. Navi. És jön majd az árvásárló a naptól a navi. Egy öreg navi. A nagyik közé egy öreg navi is vegyül majd. Szóval, hogy 8-10 nagyi, és úgy megvan, hogy bemegyek a kis községházába, és ott ez a 8-10 nagy, ott nagyon serényen dolgozik, köszön nekem, én is köszönök, sziasztok nagyik, szia Balázs, kiabálják egyszerre, és sütnek, főznek, köttik a sapkákat. És végigmész így az asztalok között, ebbe több sót, ebbe kevesebb cukrot, hol van, ez még nem kezdek rendesen, mi lesz a sapkával. És ott dolgoznak a még nagy. Egy bojtot. Hozzak majd a almás pitét? Hogy ne hoznám, persze, persze. Most már mindenki kíváncsi rá. Jó. Most nem láttam egy-két napja. Jaj. Nem, nincs baja. Vagy nem csapták le a kezemről. Hát, lehet, hogy már valahol hamburgert csinál az őrsök. Ja, igen. Lehet, hogy már bocskoriknak süt. Tényleg, Gabi lecsapta a kezemről két utcával arra, hogy ott áll a néni egy fér kukta sapkába, és lángos csinál. Egy lakókocsiba, tudod. Mondja neki egy érteni. Hát, lehet, hogy pici puhább, és érteni, már nincs neki, elég fogom. Aj, szeretem ezt. Na minden, hozok nektek majd. És más sütit is tud? Azt én egyelőre nem kértem tőle más. Más. Tehát egyelőre nem kértem, de megkérdezem, hogy mi a repertoár. Mi van még? Mi a repertoár? Kézenállás, kalicska, pörtök szekér. Hát erre gondoltam. A Google Balázskám, hát nem kérdezgett, hogy jó édes. Mire kérdez a hülyeséget? Repertoár, legközelebb mivel jössz? Mennyi idő egyébként? Ez oxirini bonok egy savva. Mennyi, ez egy pepecselős, nem bonyolult a pepecselős. Nem, hát meg. Jó, tudom, 6 perc, tudom. Megpucolod az almát, ilyennek. Miért van az, hogy minden szakás, te mindenáron perc, hogy megpucolod az almát. Még amíg pihenteted, meg még amíg anyám kínja, nem? Anyád kínja is, azt én nem tudom, hogy miért így a drága kedves mamával mi van, de mondjuk egy fél óra alatt azért össze tudsz rakni egy ilyen pitét, és akkor még a sütés van, de azzal meg már nincs dolgod. Ez ilyen egyszerű? Leviszem 3000. Kér érte? Te fura. Azt 4 szeletért kér 3000. Lehet, hogy bepalisztak. Nagyon, nagyon kedvelem. Most tovább fejlesztem ezt a projektet. Nényebbétét megcsinálom. Na jó, van 7:30, pontosan 2 perccel. Hogy állnak, mi a helyzet? Ah, jó van, jó van. Tedd meg Federert, ha még nem tetted meg Feri. Jó, már nincs pénzed. 7:30. Most ki miatt nincs, azt azért említsük. Bacsinszki miatt. 7:30, 2 perccel Ákos elmondja a híreket, aztán mit mondóra játékunkra lehet jelentkezni, ha valaki szeretne játszani, mi pedig jövünk a hírek után. Amit mindig is tudni akartál, de soha nem merted megkérdezni. A nagy kérdés, amelyre egész életedben vártad a választ. Tedd fel ma, és megkapod. Balázs, Feri és Jani ma őszintén válaszol mindenre. Ma a hallgatói a főszerep a Morning Show-ban. Jaj, annyira boldog vagyok. 9 és 10 óra között jön az őszinteség órája. Kérdezz, felelünk. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. Lenny Kravitz. Jó. Dala után. Jó, ez itt a vagyunk. Jó ez a Lenny Kravitz dal. De ne felejtsük el, mindig. Hogy még mennyi oldal van ugyanezen az albumon. Ma van a Magyar Kultúra napja, úgyhogy adjuk le a Hunedalt. Hunada! 8 óra után. Hát Magyar. Ez bizony. Bezanyám. 1823-ban Kölcsey Ferenc ezen a napon tisztázta le csekén a himnusz kéziratát, és ezért. És mit szólt ez cseke? Nem bántották, hogy cseke nem szól? Nem, szerettem. Szerette, hogy a testére írja? Nem? Jaj, cseke, ne csinálj meg. Cseke, egy több komoly cseke. Nem. Az M1-es Ricskei felhajtón Pest felé 2 autó a forgalommal, szemben mindenki óvatosan hajtson fel a pályára, itt mert nagyon veszélyes. Almásüti sütés. Na ez olyan, hogy négy gyerekre. Begyúrod a tésztát, pihenteted almát, meg hámozott szeleteled. Míg hámozod az almát, mert a gyerekek megették, amíg szeleteled, rájössz, hogy kevés lesz az alma. Gyerünk a boltba, mire hazaérsz, akkor ők megették a nyers tésztát. Egészségünkre, üdv Veronika. Így van, összerakták belül.
Tészta is bent van, alma is. Igen, a lószart fél óra írja valaki. Jó, gyerekek, megszokhattuk már Ferinek minden 20 perc, maximum fél óra. Tehát aminek a sütés ideje 2 óra Feréknél, az is megvan fél óra. Ezt tudjuk. Rengeteg almát teszek bele, csak a pucolás, reszelés 1 óra. Hol a tészta, amit be kell nyúrni, nyújtani, stb. Írja valaki. A tölteléket fel kell főzni. Ázánja úr. Ráadásul tapasztalat hiányában biztos maga a tészta készítés is megvan, vagy fél óra. Hát a tapasztaltak. És te tapasztalatlan vagy? Én nagyon. De jelez a mamaradarom, a mamaradar pedig bejelezte, hogy almás pitét... Mamaradar! Így van, mamaradar. Lehetne ilyen alkalmazást csinálni. Nényeradar. Mamaradar. Mamák bemennek internetre, bekötik, ahogy nem csak Kára is bekötötte, Vágási Feri. Mit mondott Vágási Feri? Beszállok az internetbe. Mamák beszállnak az internetbe, és fellépnek erre az oldalra, ami egy közös Facebook oldal, ami gyűjti a greniket, és a mama radar bejelez neked, hogy az utcában ma jó palacsintát sütő néni. Nagyon jó. Nekem ez nagyon szimpatikus. Fotót föltölt a pallerről, megmondja, mennyiért adja, és te csak át előbírsz neki egyet? Nem. Hát miért nem? Ne, figyelj. De mit nem? Tehát én szerintem tök jó lenne, hogyha úgy néz neki, hogy ahogy még mész egy utcán, mit tudom én, mondjuk egy település, mondjuk Hódmező Vásárhely, Petőfi Sándor utca. Végigmész a Petőfi Sándor utcán, be van kapcsolva a nénye radar. Mama radar. A mama radar, jó. Mama radar. Mama radar. Ahogy mész el a házak mellett, akkor mindig így jönnek fel egy kis buborékok, és akkor pak, tudod, almás pite. Pak, házi száraz tészta. Pak, igen. Nem mondok ki. Gyöngytyúk leves. Így is jönnének fel, és annak megfelelően érted, most éppen mire van kivel, mire van neked igényed, mit szeretnél enni, mit szeretnél inni, mit szeretnél csinálni, tudod? Jönnek a buborékok. Nagyon jó. Puk. Igen. Hogy jön? Aha. Megjelenik a mama radaron. Mit tud a mama, igen. Így, és ott lenne mellette a perc is természetesen. És nem ilyen túlzok, mint a Ferinél. Tehát, hogy jó, a rendesen. Mert Ferinek ugye nem csak két végtagja működik, ezek szerint összetesbajzés közben, értelő lábbal mindennel, csak 5 végtagja dolgozik egyszerre. De hogy, és akkor jönnének föl szépen egy a buborékok, buborék szétpattan, előjön belőle egy pite, egy torta, aha, egy szárazték, egy lebencsi termék, egy szolgáltatás, és ott lenne mellett a perc is, és az és áll az is. Idő. És az idő. És az idő is áll. Meg vagyunk. Jó. És meg is vagyunk. Ennyi. Fejleszd le, szerintem óriás siker. Így van, csináljunk belőle egy applikációt, hát ha megveszi az IBM. Ezt is. Mama radar applikáció. Na játszunk, itt van már is a játékosunk. A kérdés pedig, mit mond óra? Visszafelé beszélünk. Ülész hevére a szív. És hozzájállat, élet a szívben. Aki kérdez. Sziasztok, Dóra vagyok. Találjátok ki, mint mondok visszafelé. Aki válaszol. Halló. Halló, itt Kriszti vagyok. Szia. Kriszti. Így van. Itt. Igen. Hello Kriszti, jó reggelt. Hát ezt sose tettem volna össze. Hello. Jó reggelt. Honnan hívtál? Pápáról. És mit csinálsz ott? Hát varrónő vagyok. Varrónő vagy pápám. Mit varsz éppen? Lovaglónadrágot. Bérvarás van? Bérvarás? Vállaltok bérvarást? Nincs. Nincsen? És kinek vartok lovaglónadrágot? Mindenkinek, aki szeret lovagolni. Jogos a válasz. Na, jogos, igen. Én azért meglepődtem volna rajta, hogy szinkronuszoknak vannátok. A tűzoltóknak, Balázs, ugye vagy kinek? Hát persze, hogy aki szeret lovagolni, hát nem hord lovaglónadrágot. És az egész varod a lovaglónadrágot csinál, vagy te ma azt kaptad, és valaki pedig melletted, mit tudom én, csikós mellényt. Nem, mindenki alapot. Ma mindenki nadrágot var. Igen. Valami multinak? Igen, ez egy nagy cég, úgyhogy a világ minden tájára. Ja, ha. És akkor egész évben lovagló nadrágot vartok, vagy valamikor? Non-stop. Tényleg? Igen. És mióta vagy ennél a cégnél? Hát, 4. éve. És azóta lovagló nadrágot varsz? Igen. Az minden nap lovagló. Ebben is nagy hatalom vagyunk. Azért örülnétek, ha már valaki bejönne reggel, és azt mondja, oké, lányok, tegyétek le. Nem kell. Finito, befejeztük. Így van. Holnap dolmányt varrunk. És holnaptól kezdve dolmányt varhatnátok. Holnaptól ráállunk a kamáslikra. Ezerre. Nem? És mindig ugyanazt a munkafolyamatot csináld 4 éve? Igen. Azt a mindent. Mennyi idő, míg elkészül a kezed alatt egy ilyen nadrág? Hát, én csak egy részét varrom, úgyhogy az hamar megy. Tehát 4 éve ugyanazt a részletet, ugyanúgy minden nap. Igen, úgyhogy már csukott szemmel is. A betyárját.
Mennyit dolgozol egy nap? 8 órát. És melyik részét varrod a nadrágnak? Az alját hajtom fel. Felhajtod és leszeged. Felhajtod, leszeged. 4 éve napi 8 órában ugyanaz folyamatosan. Igen. Aztán volt már, hogy összezavarodtál, és leszegted, és utána hajtottad fel? Azért ez nagyon monoton, szóval ide egy bizonyos embertípus kell, nem? Aki ezt nagyon jól bírja. Hát ez rettenetesen monoton munka azért. De így a jó. Egyre gyorsabban megy. Csajok nevetnek, ott vannak, a rádiót hallgathattok, igen, mi igen. Szólunk. De jó, legalább ki, ennyi. Kit irigyeltek a legjobban azért a munkafolyamatért, amit csinál? Tessék. Tehát melyik az a munkafolyamat, amit a legjobban szeretnétek csinálni, és nagyon irigyeltek azt, aki csinálja? Nincs olyan. Mindegyik egyforma lehet, igen. Hát kitartás, azért ez nem egyszerű. Hányan vagytok ott a varodában? 62-en. Az igen. Hallom, van a kis ug. Név szerint? Hát ha elkezdeném, akkor még a hármas ugrás is lehetek. Na figyelj, Kriszta, maradt egy szólásmondás. Ugorjunk neki. Mutatom. Jó. Indítjuk az órát, fél perc, figyelj. Zegévnetsi zevret rebne. Húha. Még ezt? Zegévnetsi zevret rebne. Rebme a vége. Hova? Mi lehet az rebme? Zegévnetsi zevret rebme. Zevret rebme. Megvan! Ember tervez Isten vége! Azaz! Fogadjuk el! Fogadjuk már, ez nehéz volt. Fogadjuk el, marha nehéz volt. Tényleg, ez egy szólásmód, nem egy város, érted, egy könyv vagy egy keresztnév, de tényleg már ne, erre fél perc nem elég. Na, gyere már, így van, négy éve beszegi, felhagyja. Érted. Napi 8 van. És látos, még nehéz is volt. Állandóan. Na. Itt vagy, Kriszta? Igen, itt vagyok. Jól van. Csak péntek van. Maradt még bennem valami jó. Ahogy a Vaderben is maradt valami jó. Jól van, időn túl volt, de megadjuk a munkádra való tekintettel, és arra való tekintettel, hogy ilyen kitartó, és ilyen nehéz a melód. Mert azért ez egy nehéz meló. Majd a hármas ugráson nehezítünk, hogy visszahozzuk az ajándék csak. Ja, majd arra meg így jelentkezek. Ember tervez, Isten végez, mindig a végét kell összetenni, igen. És ugye ott volt a zevret, ugye? Rebme. Egészségedre. És azt összed, hogy az ember tervez, akkor már megvolt tulajdonképpen. Jól van, na küldünk nektek egy szép kis ajándékcsomagot, jó? Hát, köszönjük szépen. Örültök? Nagyon. Jól van. Igen, jöhet. Ennyire örülünk. Azt a mindenit. Meg, mint egy gőzvonat állt volna be. Igen, küldjük nektek, puszi, sziasztok! Puszi, sziasztok! Hello. Jó, megérdemelték. Hú, rohadt nehéz volt. Nehéz volt egyébként. Nagyon. Igen. 5 perc, 8 óra jövünk a hírek után. Morning Show. A legklasszabb dolog a reggelben. Sebestyén Balázsral, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival itt a Klassz FM-en. Amit mindig is tudni akartál, de soha nem merted megkérdezni. A nagy kérdés, amelyre egész életedben vártad a választ. Tedd fel ma, és megkapod. Balázs, Feri és Jani ma őszintén válaszol mindenre. Ma a hallgatói a főszerep a Morning Show-ban. Jaj, annyira boldog vagyok. 9 és 10 óra között jön az őszinteség órája. Kérdezz, felelünk. Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 8 óra után vagyunk 9 perccel. Így kell ezt csinálni. A magyar kultúra napján.
Ja. A Magyar Kultúra Napján Hun a dal. Így van, Polgár Peti és a Hungary Cool előadása van. 498.570 a nézettség jelenleg. 500 000 embernek ez a kultúrának már a szerves része. Hát miért ne adhatnánk le? Még nem, tornázunk már föl 500 000-re. Menjük-e 2000? Figyelj, már annyi se. Annyi se. 1430 embernek kell még megnézni, és akkor megvan az 500 000. Mindig el szoktam olvasni az utolsó hozzászólást ebben az esetben. Amikor először hallottam a Morning Show-ban a buszon, akkor live vokállal. Szerintem a körületem lévő emberek mind hülyének néztek, hogy mi röhögök annyira a fülhallgatóval a fülemben. Szerintem nagyon nagy kár, hogy a 30-ba sem jutott be. Nem a mi hibánk, nem mi tehetünk róla, mi oda tettük magunkat. De majd magatokra vessetek. Szeretjük mi ezt a dalocskát, így van. Ezzel szerettük volna ugye képviselni az Eurovízión magunkat, és aztán az országot, ha kijutunk, de hát azok már azért távolabbra mutató álmok lettek volna, hogy kijutunk. Rajtunk nem múlott volna, hogy jó hírünket vigyék a világba mindenhova. Nem, majd most lesz Bogi, meg nem Digi. Tudom, mint. Digi. Igen, Bogi, meg Digi, meg Dudu, meg Tutu. Tényleg nem lehet azért egyszerű kitalálni a művész neveket, tehát hogy ne legyünk tényleg ilyen hogy könnyörtelenek. De az a durva, hogy van egy Bogi, és akkor valaki megjön, ő is Bogiként. Bogi. Ráhívnak egy Bogira még egy Bogit. Igen, de nekem két E-vel írják a végén. És akkor nekem meg két O-val. Leírja simán a Bogi, aztán leírja Bogi-e-e, és akkor utána meg két Bogi dolgozik az országban, és én még mindig nem tudom, hogy melyik. Vagy Bogi? Nem, ő Bogi. Bogi. Ebben ez a könyörtelem. Én meg Demjén Feri leszek két elve. Feri. Demjén Feri. Vagy Laci két elve. Vagy Laci. Vagy Laci. Fair-e. Demjén Feri. Tényleg. Látni egyébként. Na nézzük a közlekedési híreinket, mi a helyzet az utakon. Nagyon hideg van, aki most készül indulni, az figyeljen. Az figyeljen, öltözön fel jól, és készüljön, mert csipős. Csipős ez a reggel, a betyárját neki. Azt mondja, hogy tetszik a magyar mulatós az osztrákoknak is, mert hogy lesnek az irodával. Sanya ezt írta nekünk. Köszönöm szépen. Jó. Nézem, hogy mi a helyzet az utakon. M3-os autópálya 85-ös kilométernél, kamion az Áróban Nyíregyháza irányában. Csumi Geri, köszönjük szépen. Geri, 11-es út, Szentendrei Hév megállónál Kalász felé 5 autó koccant, rendőr a helyszínen, alakul a dugó. Aztán van egy trafi Eger belterületén, a 25-ös főút déli kivezető szakaszán mérnek, Galaxis Gabi küldte nekünk. Budapest 4. kerület, Elem utca. 4 autó ütközött, lassú a forgalom, rendőrök helyszínelnek. Ezt Tilla küldte nekünk. Köszi, Tilla. Trafi Szegeden, a Bertalan hídon, Vili üzeni, valamint Kakucs -14,5 fok. M5-ös jó járható, jég és hatóság mentes, üveges Zoli, csak egy S betű lemaradt, de szerintem üveges Zolit akart írni. Galaxis Gabi az, hogy annyira jó, mint, vagy nagy, mint vagy az autójára vonatkozik? Hát ő a leges legnagyobb. A Galaxisban. Így van. Jó, én nagyon szeretem ezeket a Galaxis Gabi. Nagyon szeretem. Annyira jó filmet láttam most. Melyiket? Hogy? Te? Két megszólás között? Vagy éjszaka? Nem mentem el moziba megnézni, mert kicsit tartottam tőle, és otthon, hogyhogy nem egyszer csak ott termett a pendrive-omon, nem is értem. Ez teljesen fura módon egyszer csak Bali videótékája kinyitott. Egy magyar film, nagyon hype-olták, és nagyon szerették, és sokan látták is, egyébként nagy siker. Egy, hát egy romantikus vígjátéknak apostrofálják, de nagyon jó, Liza Róka tündér. Ó, azt én is olvastam, jól szépeket. Hát nézzétek. Tényleg jó? Igen, van egyfajta, sőt nem is egyfajta, egy nagyon jellegzetesen behatárolható képi világa. Kicsit Andersonos. Igen. De a Wes Anderson filmekhez nagyon hasonlít valóban, de nagyon-nagyon jó. És nagyon egyéni, és hosszú ideje vártunk egy ilyen magyar filmre. Én nem tudom, hogy adják-e még moziban. Nem. Vagy tékákban lehet-e kölcsönözni. Nem. Virtuális tékákban, vagy digitális tékákban letölteni. Szenzációs. Zseni. Szenzációs. Nagyon jó film. Láttad? Hát a Saul mellett gyakorlatilag az évfilmje szerintem. Legalábbis nekem. Én nagyon-nagyon szeretem, mert marha jó, nagyon az egész egy ilyen szürreális képi világra épül. Teljesen beteg. Nagyon abszurd. Nagyon az jó. Egész, de nagyon vicces. Tényleg jól van kitalálva. Hát csodálatosan van filmezve az egész. Jók a dialogok benne, kellően betegek a poénok. Egyébként román nyerte magát, de nagyon-nagyon sok helyen díjazták az országban ezt a humort. Hú, nagyon a kamu japán dalszövegek, sírok rajtuk. És van benne. Igen.
arról szól, hogy van egy ápolónő, aki hosszú évek óta gondoskodik a japán nagykövet özvegyéről. Innen. Hollár piroska játszott. És kap kimenőt, elmegy, és elhatározza, hogy ő szerelmes lesz. Tehát ez a film alaptörténete, hogy ő megpróbál szerelmes lenni, mert hogy ő keresi a szerelmet, és mindenkibe beleszeret, akivel találkozik. Csak hogy közben hat rá egy átok, egy szellemtől, és mindenki, akivel találkozik, azzal történik valami. És akkor elindul felgöngyölíteni ezt az ügyet, hogy ő hogy tud ebből az átokból kilépni, és hogy tudja megtalálni az igazi szerelmet. Tulajdonképpen erről szól. Rettenetesen beteg. De nagyon-nagyon jó. Nagyon jó. Nagyon szép film. Tényleg jó. Miután, nagyon szeretem. Miután a Molnár Piroska által alakított Tanaka Márta. Tanaka Márta. Igen, jobb létre szenderül, akkor megzárja a lakást, és akkor hát, mindenféle kapcsolatai lesznek, de hát sajnos nem, mert ugye Rokkatündér el van átkozva, ugye japán mitológiából emelték át ezt a sztorit, hogy Rokkatündér meg van átkozva, és mindenki, csak az igaz szerelem mentheti meg az illetőt a haláltól, tehát hogyha ha igaz és önzetlen szerelmes válik az illető, akkor nem fog elhunyni, de hát mindenki természetesen elképesztően szürreális formában, nagyon-nagyon jó, nagyon vicces. Nagyon beteg. Igen, de tényleg jó, érdemes meg, de fel kell készülni rá, hogy nem a szokvány is magyar filmet kapja az ember. Végre, abszolút egyébként, végre. Igen, nagyon jó. És leadhatnak egyébként egy Tomi Tamislát. Na, nem tudom, hallottátok-e, hogy egy újabb kamionsofőr szórakoztatott bennünket, mert hogy ő úgy gondolta, hogy átfér a szalagkorlát alatt, és hát ezt nagyon sokszor eljátszák már, ő is ugye a Ferihegyi úton ment valamerre, amikor is ugye ott van ez a magasságkorlátozó kapu, ami ugye a gyorsforgalmi úton áll, és ő úgy döntött, hát, hogy ő úgy gondolta, hogy befér. Ugye? Hát ez szinte naponta megtörténik. Én nem tudom, hogy ők nem tudják, hogy milyen magas az, amit visznek, vagy milyen magas a kapu, vagy a kettő között ki nem tudnak írva, kivonni, vagy összeadni. Tehát nem tudom, hogy hol hiányzik az információ, de sokszor hallott, hogy beszorul. Átcsúszik. Hogy átcsúszik, hogy átmegy, és lebontja a kamion egy részét. Csak egy dolog, hogy letarolja a rakományt. A képek egyébként egészen elképesztőek. De hát közben ugye bedugul a gyorsforgalmi, óriási káosz van. Sérülhet a felüljáró, ahol te beakadsz, azért az se egy utolsó. Nem, ilyen... ez még nem a felüljáró, ugye a felüljáró, mert van egy magasságkorlátozó kapu, és ez egyfajta tesztjelleggel állítja meg azokat, akik majd később nem férnek be a felüljáró alá. Tehát a felüljáró már nem jutsz el, mert a kapu megfog, ha túl nagy vagy. Így van. Itt értékelik egy kicsit millió alul a saját rakományukat, szállítványukat és kamionjukat. Nem tudja, magas a gép. Ezt nem tudom, mert tudnod kell. Ki van írva, hogy nem tudom, 3, 5, 4, 10. Te meg csak tudod, hogy mekkora, mert mondjuk én, hogy én nem tudom, hogy milyen magas az autón, vagy te nem tudod, az oké. Az más. De hát azért az egy személygépjármű. Szóval. Hát és ez egy elég egyoldalú dolog, tehát hogy tényleg csak a kamion sérülhet, mert maga az elem, az annak én úgy tudom, hogy az atlanti falból lett átemelve ide, arra volt hivatott, hogy megállítsa a partra szállókat. Igen. Na, geniális a dolog, szegények. Én nem tudom, hogy ilyenkor tényleg becsukja a szemét, jön a kapu, kicsit lehúzza a vállát, tudod, vesz egy nagy levegőt, és azt mondja, és akkor jön a hang, amit nem akar, ez ledarálja. Vagy nem veszi észre valószínű, hogy jön a kapu. Lehet, ez történik, nem? Tehát egyszerűen nem tudod, hogy maga a kapu jött. Tudod, hogy jön a felüljáró, de elkerüli a figyelmedet, nem látod. És azt hiszed, hogy átmész. Vagy azt hiszed, hogy csak széles vászna a kép. Igen. Vagy arra gondol. De témaindítónak viszont kiváló, mert nyilván mindenkivel megtörtént már az életében, hogy valamiről azt hitte, hogy. Ugye? És ez egy nagyon szerteágazó dolog lehet, de innentől kezdve aztán mindenkinek az emlékezetére és a memóriájára bízzuk, hogy miről hitte azt, hogy. Azt hitte, hogy. Sanyi átmegy. A mondat, amit elküldtök nekünk, az induljon úgy, hogy azt hittem, hogy. De azt hittem, hogy elbírom, azt hittem, hogy átférek, azt hittem, hogy meg tudom csinálni, azt hittem, hogy visszaadja a kölcsönt, azt hittem, hogy jó fej, azt hittem, hogy veszi a lapot. Azt hittem, hogy ehető. Azt hittem, hogy ehető, azt hittem, hogy iható, azt hittem, hogy kibírom, azt hittem, hogy megbírom inni. Ugye? Tehát ez az életünk egyik meghatározó mondata, mert nincs kamaszkor, nincs felnőtt lét, legalább egy ilyen azt hittem mondat nélkül. Ugye? Amikor is tudod, vagy legalábbis azt gondolod egy adott dologról, és legyen tényleg bármi, hogy azt hittem, hogy. És aztán jön a szörnyű kiábrándulás, amikor vagy rosszul hitted, vagy a másikban kell csalódnod, vagy a saját testedben, a hideg vagy a fizikumodban, a képességeidben, a kvalitásaidban. Egyszerűen csalódnod kell, és hát ez valóban csak
úgy tud végződni, azt hittem, de. Ugye? És aztán jön a másik oldal. Ez néha tényleg a saját képességünk rosszul felmérése, néha viszont az adott szituáció, vagy a másik ember rosszul felmérése, mert nem mindegy, hogy rajtad múlik el, vagy megy el a dolog. Ez lehet például az, hogy azt hittem, hogy visszaad egy kölcsön, azt hittem, hogy be tudom tolni, el tudom mindent. Azt hittem, hogy meg tudom ugrani. Igen, a bőrgőforduló rúgás. Azt hiszem, hogy ehető. Nem tudom, biztos veletek is van ilyen, nekem van egy nagyon hülye szokásom, de tényleg. Az egyik ez a meglátok valamit, felcsippentem és bekapom. Tehát tudod, mikor a konyhaasztalon, vagy az ebédlőasztalon, vagy a tűzhelyen, vagy a környékén találsz valamit, ez egy nagyon hülye szokás, tudod, hogy jössz, tesz, veszem, ez is jó. Sajt, biztos. Érted? Kis csoki chips, biztos. Nem az. Tehát, hogy figyelj. És de a földről azért nem eszel meg dolgokat, hogy csoki chips. Tehát mész az utcán. Mész csoki chips. Magyarok. Nem, tartunk kecskéket. Hátul a kertben kecskéket tart. Francia darazsi. Nem, ez csoki francia darazsi. Nem, János kecskék vannak. Fura, ne vált róla, vagy egy cukormát. És tehát, hogy ebédlőasztal környékén, vagy mit tudom, az ebédlő széken, én észreveszek, van egy ilyen, de tudod, így reflexzerűen, mert hogy tudod, van ilyen, hogy reszeled a sajtot, mellé megy egy kicsi, felcsippented, megeszed, stb. És azért nekem már volt egy-kettő, amikor innen nagyon gondoltam bele, hogy mi lehetett az, aminek nem volt olyan íze, mintha az mondjuk csoki chips lenne, vagy éppen sajtreszelik lenne, vagy egy zöld borsó, vagy ilyesmi. És valami más volt. Aha, és valami más volt, vagy már túl régóta állt ott ahhoz, hogy már az eredeti ízeket érezzem. Nagyon fontos, hogy ne csak egy mondatban írjátok le. De te az nem most nem jó SMS, hogy azt hittem, hogy nő. Tehát, hogy ne. Azt hittem. Igen, azt hittem, hogy alszik a medete. Most mi nem humorizálunk, hanem valóban az életetekből tényleg olyan történeteket várunk, amikor is ez a dolog megállja a helyét valójában. Így ez van. Mondom, lehet egy szomszéd, aki odajött és kért kölcsön 10 forintot, és te azt hitted, hogy becsületes, adtál soha a büdös életbe. Nem látta többet, nem jött vissza, nem adta vissza, de te azt hitted, hogy nem nagy összeg, ezzel ember nem tűnik el. Tehát ilyen történetekre is így van. Számítunk. Így van. Vagy amikor például, ismerek valakit, nagyon jól ismerem, ez is velem történt meg, hogy például egy nagy csatára került sor, a surranó versus dupla rugós Slavia 630-as légpuska. És ott mit hittél? Vagy ők mit hittek? Vagy mi történt? Az illető, vagyis én azt hittem, hogy a surranó az megvédi a lábfejemet attól, hogyha rálövök. Mi? 5 centiről rálövök a saját lábamra. Belelőttél a láb, de okos. Én úgy vettem. Apámnak ez volt mindig, apámnak volt egy ilyen fixa ideája, hogy ha nekünk van valami otthon, akkor annak erősebbnek kell lennie, mint gyári formában. Ezért például egy picit felspécizte a szláviákat, hogy az már átvigyen egy asztallapot is. Én meg azt gondoltam, hogy el egy súrralót nem állíthat meg. Egy súrralót nem állíthat. Hát igen nagy próba elé. Apád a betörőre készült, vagy mire készült? Mindenre készült, a harmadik világháborúra készült egész életében. Három! Érted? Tehát, hogy ő mindent így csinált meg. Legyen hogy akkor így, persze, egy köbméter sóder, ne rakjunk bele kettőt, az a biztos, és tényleg így is lett megépítve a házok is. És mondom, például a légpuskánk is ilyen fajta volt. Mit hogy, vitt át a cipőn kívül? Hát egy picit, a lábam azért megállította már a skulót, a 4,5-es ólamot. Tehát megállította. A csuka lelassította, és a lábam. A körmöt fogta meg? Nem, a rüstöm. Mondjuk akkor a rüstöm. És akkor megállsz, és tudod, basszus, nem történt ma még semmi, igazán izgalmas, igen, hogy hívják ott is, a tüskevárt is kiolvastam, háromszor mondom, mit csináljak, itt van ez a légpuska, betöltöm, azt rálövök a lábamra. Mi bajom lehet? Na, abban a pillanatban kellett volna valakinek lefényképezni az arcomat. Hogy az érzés. Tudod, jelhúzod, és akkor szépen finoman tudod az első több billentyűt. Még van egy kis kétség azért benned, hogy jó ötlet, nem jött, most már mindegy. És akkor jött a mondat. Így van. Ennek tényleg van húzás a papa. Na, írjatok nekünk történeteket, jó? De fejtsétek ki, tényleg ne egy mondat legyen. Írjátok le, hogy mi történt, hogy történt, milyen állapotban voltatok. A saját testetekről, az adott szituációról, vagy a másik emberről, járműről, eszközről gondoltátok, és hittétek azt, hogy azt hittem. Így van, azt hittem, hogy át tudom fejelni a drótüveget. SMS számunk 06-70-645-00-00, várjuk az SMS-eket, jövünk vissza mindjárt. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 4 perc múlva pontosan 8:30, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Egy kamionsofőrről beszélgettünk, és arról, hogy ugye ez talán, nem, ha nem is naponta, de hetente egészen biztos, hogy megtörténik, hogy kamionok bemennek a Feri egy felé vezető úton a magasságkorlátozó kapu alá, és mindez ugye a gyorsforgalmi úton történik, úgyhogy jönni kell a katasztrófa védelemnek, kivágni, kihúzni a sérült kamiont, és hát kerülgetni őket. És arról beszéltünk, hogy milyen
pillanatok azok az ember életében, amikor valamiről azt hiszi, hogy meg tudja csinálni, képes rá, át tudja ugrani, meg tudja enni, meg tudja inni, meg tudja verni az illetőt, erősebb nála, és aztán a dolog valahogy egészen máshogy sül el. És kértünk meneteket, hogy írjatok nekünk SMS-t. Azt hittem, hogy felkiáltású mondatokkal kezdve, hogy ti mit hittetek, és mikor. A csoki reszeléket egyébként nagyon sokan megették, János, csak ők hörcsögöket tartottak. Ezt többen elküldték, hogy valódi hörcsögtartás mellett szörnyű, amikor az asztalon valaki kiengedi a hörcsögöt, te meg azt hiszed, hogy csoki reszelék. Torta darab. Mondjuk azért veszélyes. Veszélyesnek kell lenni. Na nézzünk, vagy verésen kell lenni. Nézzük még gyorsan egy-két SMS, mit írnak a hallgatóink. Azt hittem, hogy anyám valami új zselés sütit csinált, megkóstoltam a zselét, tapétázni akart. Azt hittem, az új biciklimmel vizes hűvön könnyebb farolni a hátsó kertben. Azt hittem, a hátsó féket húzom, de nem. Azt hittem, megúszom gipsz nélkül. Kis Pili küldte nekünk. Azt hittem, tudok helyesen írni, Gábor küldte nekünk helyesen, pontos éven. Azt hittem, hogy betítják az Uber. Na jó. Légiforgalmi irányításban, ez igaz ez a történet, ha a gyakornok azt mondja, én azt hittem, akkor az oktató azonnal kijavítja, most tett hozzá, tisztelt bírónő, én azt hittem. Milyen durva, ja. Nem? Hogy ott azért résen kell lenni. Igen. Nagyobb a tét, amivel játszol. Meg tudok fordulni a villás targoncával. Igen. Annélkül, hogy elakadna a polcomban. Igen. Azt hittem, hogy kiúztam a konnektorból a PC-t, mielőtt belenyúltam a csavarhúzóval, de nem. De nem. De nem. Rozika küldte nekünk. Azt hittem, hogy át tudom ugrani a buszmegállóban a korlátot. Négy műtétes dupla alkar, nyíltörés, arc és derékzúzódás. A csont átszúrta a szövet kabátot. Atya úristen, fú basszus. Hát ezek a mondatok. Azt hittem, hogy át tudom ugrani, ugye? Na, én pontosan ilyenekre gondoltam. Igen, és nyilvánvaló sokan látták is, mert olyankor akarsz ilyet csinálni, amikor van közönség. Uh-huh. Nyilván egy jó csaj áll a buszmegállóban. Igen, lazán. Igen, csodálatos a következő mondat. Azt hittem, hogy egy gépfegyveres ember ül az ablak párkányon éjjel. A függöny volt és az árnyéka. Felkaptam a hokedlit, felrántottam a függönyt, rommá törtem az ablakot, kiderült, hogy még a muskátlinak is volt pici árnyéka. Mennyire rájössz, hogy egy gépfegyveres ember ül a... Egy gépfegyveres ember ül az ablakon. És ha már, gépfegyverre jönnek. Akkor neki mész egy izével, egy stokival. És ráadásul a 9. lakunk. Igen, gyönyörű. Gyönyörű, igen. Azt mondja, hogy azt hittem, hogy 5 év után nem várt módon visszaadják a kölcsön adott 50 000-et. Meg is történt, úgy örültem, hogy hazasietve a rendőrök megbüntettek 80 000-re. Igen, amikor kölcsön ad, ugye, az is egy ilyen jóféle azt hittem mondattal indul sokszor, ugye? Azt hittem, hogy korrekt. Azt hittem, hogy ismerős nem ember. Azt vagyunk. Hittem, hogy barátok vagyunk, ugye? Aztán egészen más, hogy végződik a dolog, igen. Azt hittem, hogy el tudom dobni az üvegdarabot az öcsém feje felett. A hátam mögött, mint egy ninja. De nem. A shurikent, igen. Hát igen, azt hittem, hogy átférek a kiskapun biciklivel. Életemben nem zakoztam akkorát. Ezt Bence küldte nekünk. Köszönjük szépen. Egy barátom beállt egy elszabadult 2 tonnás papírhenger elé a papírgyárban Balatonfűzfőn. Azt hitte, meg tudja állítani, hisz ez csak papír. Nem tudta. Akkor azért az így megindul. Gondold azért az keserves csodás. Srácok, hagyjátok. Majd én megállítom. Igen. Mégis egy ilyen hátsó kezessel, első kezessel megpróbálhat, mint amikor a bikát leütötted. Last Ninja nevezeti. Ráviszek egy pörgőt. Igen, keserves csodás, amikor kiderül, hogy 500 kiló papír pontosan ugyanolyan nehéz, mint 500 kiló ólom. Igen. Azt hittem, a párom van a fürdőben, és meg akartam lepni. Amikor a fürdőajtáját kinyitottam, megdöbbenve láttam, hogy a lakótársa zuhanyzik épp. A srác miután kijött röhögve, rám mordított, hogy te szatír. Az ügyeletes sebész azt hitte, vakbél. Csaba írta, a vesekő volt. Oh. Már nyitjuk is, irány a műsor. Csak kaptuk, jó napot. Hát, ha már itt van, fáj. Forduljon meg, akkor kivesszük hátulra. Ah, de tényleg. Azért az is. Hoppácska, az már meg is gyógyult. Igen. Na, írjátok meg még nekünk. Ti mit hittetek? Ahogy szegény kamionsofőrünk azt hitte, hogy átfér. Jó? Esés, kölcsönadás, zakó, verekedés. Tényleg, amiről az ember azt hitte, aztán máshogy végződő. 9:01, Ákos elmondja a legfrissebb híreket, aztán jövünk még az SMS-ekkel a hírek után. Morning Show. A legklasszabb dolog a reggelben. Sebestyén Balázsral, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival itt a Klassz FM-en. Amit mindig is tudni akartál, de soha nem merted megkérdezni.
A nagy kérdés, amelyre egész életedben vártad a választ. Tedd fel ma, és megkapod. Balázs, Feri és Jani ma őszintén válaszol mindenre. Ma a hallgatói a főszerep a Morning Show-ban. Jaj, annyira boldog vagyok. 9 és 10 óra között jön az őszinteség órája. Kérdezz, felelő. 8 óra 44 perc van, hello mindenkinek. Jó reggelt, drága hallgatók, itt vagyunk, tenisz eredmények következnek. Kapcsolj Melbourne? Köszi. Természetesen. Nézzük, hogy kapcsol a közszolgálati televízió. Miközben mindenki Roger Federer 300. Grand Slam győzelmét ünnepli, azért nem szabad megfeledkezni, hogy továbbra is rengeteg kérdőjel van a tenisz bundabotránnyal kapcsolatban. Kapcsoljuk Melbourne-i tudósítónkat. Hello Balázs! Visszaadom a szót. Köszönjük. A stúdiói. Helyszínt tudósunk a Szegedről. Gyerekek, Roger behúzta. Így van. Roger behúzta. De hát itt még majd Joko megállítja. Fogadunk rá? Persze. Jó. Ott mindent visszanyersz. Hát, Roger nyer Dimitrov ellen. Egy szettet vesztett csak. Egy 20-as saladós vagy, úgyis. Úgyhogy megyünk tovább Rogerrel. Nagyon jó. Csak sajnos egy ágon vagy Jokóval. Na nézzük az SMS-eket, mit írnak hallgatóink. Ugye azt hittem, hogy felkiáltású mondatokat vártunk, még jött egy-két nagyon helyes SMS. Azt hittem, tudok nektek SMS-t írni, azt hittem, a főnököm ezt nem veszi észre, azt hittem, meglátod, azt hittem, nem fog csúnyán nézni. Azt hittem, hogy a GPS-be lehet bízni, bekanyarodtam a Miklós utcában, de a zöld ruhás szarháziak ott sunyogtak ám a bokorban, és lehúztak 50 ezerrel. Ők kik? Kik a zöld ruhások, akik megbüntetnek 50 ezerre? Közterületesek, akik nem büntetnek 50 ezerre. Ezt nem nagyon értem. Azt hittem, hogy a mélyhűtőben a vajkrémes dobozban a tavalyi diótorta krémje van, defini megeszem, darály tepertő volt. Dia küldte nekünk. Ez a benéztem kategória. Igen, amikor már szinte érzed az ízét a szádon. Most a diókrém. És ropog alatt a tepertő. A szomszéd kisrác azt hitte, hogy átfér a feje a beton villanyoszlop kisjukán, át is fér, csak visszafelé akadt egy kis probléma. Ordított a feje, meg majdnem felrobbant, olyan vörös volt, Betty küldte nekünk. A párom azt hitte vicces, ha előugrik a sötétben és megijeszt. Álkapos törés és monokli. Hármat vertem rá reflexből. Sose tudtam lemosni, hogy verem az asszony. Azért, amikor előugrik a párod, azért az kemény. Pak-pak-pak. Gyorsan hármat ráveszt. Bocsa. Azt hittem, hogy ha higítás nélkül iszom piros abszintot, abból nem lehet baj. Ha át, abból sem. Aha. Abból még sosem volt. Igen. Azt hittem, le tudom győzni a félelmet a kígyókkal szemben. Siófokon a nyakamba raktak egyet. Úgy elájultam, hogy a fejemet 4 öltéssel kellett összevallani. De szeretlek, ilyenek, figyelj. Most legyőzöm. Tegyétek a nyakamba. Aha. Most bátor vagyok. És ott abban a pillanatban el is álljunk. Kibírom állva. Kibírom álva. Azt hittem, a húgom a kanapéra fog esni, amikor játszottunk, és ledobtam a nyakamból. A karfára esett, betört az óra, kórházban ápolták. Azóta ferde orral kell élni. Azt hittem, szeptemberben megnősülök. Azt hittem, viccel a mennyasszonyom június végén, amikor azt mondja, hogy szakított velem. Azt hittem, viccel, amikor azt mondta, hogy esküvő lesz, csak már nem velem. Azt hittem, hogy rosszul látok szeptember közepén. Szegény. A saját esküvőd napján hozzámegy egy másik csávóhoz. Mi? Atya úristen. Ez dráma. Igen. Azt hitték tiszta. A lányom volt. Miklós küldte nekünk. Milyen hát szerencse. Milyen szerencse, igen. Azt hittem, ha egymásra rakok három széket, gond nélkül le tudom venni a függönyt. De szép mondat. Akkor átzúgtam, hogy a gyerekeim csak némán álltak fölöttem, mert néhány percig meg se bírtam mozdulni. Reggel a befagyott szélvédőt kapartam, mikor gurulni kezdett az autóm. Azt hittem, a kezemmel vissza tudom tartani. Nem sikerült. Azt hittem, vissza tudom húzni a guruló autót, azt sem sikerült, a patka segített. Azt mondja, azt hittem, hogy az elektromos helikopterem hátsó kis propellere nem csinál semmit, ha a húgom hajába tartom. Ezek fontos kísérletek. Igen, hajvágás lett a vége. Peti küldte nekünk. De szép. Na, hát ez az emberi kíváncsiság. Igen. Azt hittem, hogy a tepsiben még a sült hús zsírja van, és jól belenyaltam. A zsíroldó nem finom. Beni Zsiráf küldte nekünk. Igen. Azt hittem, nincs kamera a klubban. Üdv, H. Árpád. Igen. Nagyon jó doba. Igen. Én ez öt pontos volt. Nagyon jó. Igen. Azt hittem, pontos ilyen aláírás, Schmidt Pál. Igen. Jó, hogy teszi. H. Árpádnak. Köszönjük szépen az SMS-t. Azt hittem, hogy a felállított betonkeverőben állva olyan leszek, mint a balettozó fiúk piruettezés közben.
csörömpölés így volt a vége. Azt hittem nem kell bevallani. Aláírás R. Antal. Igen, azt hittem bízhatok Balázs tenisz tipjeiben, és megtettem 50 000-el Baczynszkit. Ugye tudjuk, hogy mi a történet. Igen, tudjuk, hogy mi a történet. Tudjuk, mi a történet vége. Igen. Azt hittem, hogy a második gyermekemmel is beérünk a kórházba, de tévedtem, a fürdőszobában született meg a lányunk apukája segítségével. A szép. Az jó. A tesó édesdeden aludt a másik szobában. Puszi Viki. Az kemény. Azért hát a fürdőszobában, amikor ott Google az asszony, nem? Te meg egy fogkefe, egy fogkrém, meg egy borotva mellett nagyon próbálsz valamit sterilizálni. Meleg víz van. Jó, és még mi kell? Igen, azért az nagyon komoly. És tök jó, amikor a tesó felébred, és már ketten vannak. Tudod? Igen. Azt hittem, hogy gyorsabb vagyok a rendőrautónál a dízel 2-es golfommal, és azt hittem, nem fog utánam jönni, azt hittem, nem fog szirénázni, azt hittem, nem fog falhoz állni, azt hittem, nem fog megbilincselni. Jó, ez is jó. Á, Istenem, nagyon jó SMS-ek vannak egyébként, igen. Hát köszönjük szépen. Ugye, ez mindenki életére egyébként jellemző. Az azt hittem felkiáltással kezdődő mondat. Óriási a pillanat, amikor azt hittem, hogy most még egyébként megvan, de már nem. Ugye? Tehát mire gondolsz? Mi hát van meg? A kamionosnak, aki ja, azt hitte, hogy átférek. Hmm. És még hiszel benne, már látod, hogy nem fog menni, de ott te még azért tolod. Igen. Még ott hiszel benne, megint egy kicsit. De már hallod a hangot, igen. Igen. Aztán még jönnek ilyen SMS-ek, jó, azt hittem, hogy megvettem a TV2-t. Ja, igen. A leírás, ó, azt hittem, hogy megvettem. De nem, hát... Na jó, van, mutatjuk a beugrót, jó? Figyelj, mindenki hármas ugrát játszunk a következő órában, úgyhogy mutatjuk, mit kellene nekünk elküldeni, figyeljetek. Ez a beugró a hármas ugráshoz. Most nem figyeltem. Én ebből egyet sem tudnék most, de talán azért, mert nem figyeltem. Ah, mutasd meg még egyszer magadnak. Még egyszer? Na, még egyszer. Na, hallgass meg Balázs még egyszer. Oké, figyelj Balázs. És így se. Az utolsót tudom. Az még nem elég. Az még nem elég. Az még nem elég. Azt hittem, nem színjáték a casting, aztán megjelent Vajna Tini. Nem lesz idő, Jós. Ja, nem ja, lesz. Cáfolta, persze, cáfolta. Én nem tudom, hogy egyébként honnan szedte a bulvár, hogy idő Jós lesz. Mert bent volt, igen. Mert bent volt állítólag az udvaron. Valamiért bement, gondolom, meglátogatni a és akkor ezt így összetette a bulvár, hogyha Németh Lajos esetleg tényleg felmondott, és a Timi bement, akkor egyből azért ment be, mert Németh Lajos helyén szeretne időjárást jelenteni. Igen. Pedig lehet, hogy csak a macskát kereste. Tudod, hogy hívják a macskájukat? Honnan tudod te, hogy hívják a macskájukat? Én utána néztem, konkrétan utána néztem. Tényleg, mert szeretem elveszni a részletekbe, és nem találtam meg, hogy hívják a macskát. Kettő is van neki egyébként, nem tudom, hogy hívják. De hogy enélkül nem is tudsz élni? Vagy, hát, vagy ezt mondja, hogy minek kellett ez nekem? Nem tudom, egyszerűen kíváncsi lettem volna rá, mert nagyon szereti. Azt látom, hogy szereti. Dédelgeti. Hát egy macskák zukik, persze. Én még szeretem a macskákat, de akinek van, az nagyon tud simogassa, hozzá. Babusgassa. Ragaszkodni. Igen. Na, drága hallgatók, jövünk akkor, jó, küldjetek el, hogy mit hallottunk, illetve pontosabban mit hallottatok. Ki volt az előadó? Milyen előadó volt, vagy mi volt a dal cím, és kérdés-válasz óránkhoz érkeztünk, vagyis nem sokára ugye kérdezfelelünk. A péntek utolsó fél óra rólatok szól, amit szeretnétek megtudni, megkérdezni. Vagy csak úgy gondoljátok, hogy mit tudunk rá válaszolni, és nem kell, hogy ez velünk kapcsolatos kérdés legyen, sőt, küldjetek el, megpróbáljuk az összeset picit korcsó alá venni és megválaszolni. Bármit bátran. Bátran, nyugodtan kérdezzetek. Nagyon fontos infóm van. Miért nem egy ország izgul. Chanel és Simba, így hívják a macskákat. Chanel és Simba, ki írta meg őket? Senki, rákerestem a neten. Tényleg? Aha. Chanel és Simba? Igen. De jó. Na, most már tudsz aludni? De jó. De miért nem Coco és Chanel? Coco Chanel. Igen, milyen jó film már róla egyébként. Ha 6 perc, pontosan 9 óra, jönnek a legfrissebb hírek Ákostól, küldjétek a kérdéseket, mi pedig jövünk a hírek után. És most folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 9 óra után vagyunk pontosan, 9 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. M3-as, M30-es autópályáról nem lehet Debrecen felé kanyarodni, csak Budapest felé. Autópálya kezelő lezárta. Marci küldte nekünk, Tatabányánál már megszűnt a torlódás.
Az M1-es jól járható, ezt Bandi üzeni. Aztán Hort és Gyöngyös között a főúton az autópálya szakaszig mind a két irányban mérnek. Ágik a küldte nekünk, vigyázzatok. M7-es Budapest felé a Lepsényi kihajtóban van egy trafi Parajóci üzeni. Mindenki menjen lassan Parajócinak. Nagyon szépen köszönjük ezt az SMS-t. Szeretem ezeket a becenemeket. Kazinc Barcika belterületén az Opel sarkánál mérnek, a kékek Áron üzeni. A felső vezeték szakadás Török Bálinton van Pest irányában, Ramona Herceghalomról küldte nekünk, aki még valószínűleg ott áldogál és várja, hogy megcsinálják. Ugye a felső vezeték szakadástól tudjon haladni. Baleset Szentendrén a 11-es úton a Nagypostánál, valamint a Hév megállónál Kalász felé 5 autó koccant, rendőr a helyszínen, alakul a dugó, ez is a 11-es úton van, úgyhogy ott is vigyázzon mindenki. Opel sarka, már ott hozzant is vett a Peti. Vásároljon ön is az Opel sarkától. Opel sarka. Kiváló autókkal várjuk. Jaj, mi van? Mi van Melbourne-ben? Minden oké? Majdnem kimondtad a jegyeket. Nem, vigyázzon. Próbálok vigyázni. Nagyon próbálok vigyázni. Idén még senki nem csinált semmiöt, amiért dobni kellett volna. Nem dobtunk, inkább nem dobtunk, jó. Rendesek voltunk magunkhoz. Kellett volna? Igen. De te nem mondasz most rosszorikat, Feri nem, Jani nem késik, én nem mondom a jaj gyerekeket, tehát hogy most ugye egész jók vagyunk. Jól, tartjuk magunkat. Hol a persely? Hol a persely? Megvan? Mi van? Kim van a persely, illetve az íróasztalom. Már be se hozod. Hogy nem pont a te íróasztalodon mi? Hogy nem hirtelen, néha kicsit megszorulsz, akkor azért egy cappuccino azért. Azért nem a te íróasztalodon, hanem az archeológus kellene, hogy megtalálj. Az én íróasztalomon még a tavalyi, mit tudom, márciusi zapszeletet keresed meg. És tudjuk, hogy átlátod a rendet. Bármi. Viszont ha elhagyok valamit, akkor így van. Ránézek, tudom, hogy hol van. Igen, emlékeztek arra a régi áfonyás célbonára, hogy 5 vagy 6 évvel ezelőtt forgat. Tudom, van az asztalon 3. Kóstoljátok meg, egyétek meg, tudjátok, nem vagyok irigy. Gyoko, elkezdett melegíteni? Jól van? El, így van. Jól van. Autogramot osztogat. Mennyi az otca Gyokónak? 1-0-1. Az kevés. Az kevés. Jelentéktelen. Hogy állnak az eddig megtippelt meccseim? Hát a Simon nyert, ugye? Simon tudja. Simon. Hogy hívták? Simon. Már bejött egyébként. Igen. Az egész jó. Simon mondtam, Gyokot mondtam a mai napra, és Csillicset mondtam, hogy tegyétek meg. Megmondtál még valakit. Azt nem tudom. Majd eszembe jut. Azt nem tudom. Sok hülye név van ebben a teniszben. Mindegy, a végeredmény számít. Igen? Hát akkor ezt nektek. Mert az elején azt hiszed, hogy ez egy légvédelmi sziréna, de nem. Igen. Ez bizony a Népszínház utcai. A Népszínház utcai összeomlás. Mint hogy a hét elején vagy a múlt héten megtudtuk, emberünk nem is azért borult ki annyira, mert legést az egy villamos, hanem már 4 villamos előtt elment, nem tudott felszállni annyira részeg. Szenzációs. Na jól van. Nézzük gyorsan, mit írnak a hallgatóink. Kérdés-válasz rovat az utolsó 20 perc, 25 percben bármit el lehet nekünk küldeni, ami titeket foglalkoztat. Szeretnétek megkérdezni, vagy úgy gondoljátok, hogy mi tudunk erre válaszolni, küldhetitek a kérdéseket. Jó? Jöhetnek provokatív kérdések is. Balázshoz és Feri. Na, nagyon sok kérdés van most is egyébként. Nézzünk egyet-kettőt, jó? A teljesség igénye nélkül. Szia, Baliani, Feri tiltólistás vagyok, köszi a választ, Gabi. Igen. Most már igen. A kérdés után, Gabi, nem vagy. Tehát ne legyetek illetve paranoiások, ha valakinek az SMS-ére nem válaszolunk, nem tiltólistás. Ahhoz nagyobb bűnt kell elkövetni. Egyszerűen csak sok SMS jön. Így van. Holnap ünnepeljük a Magyar Hoki Napját, akkor ez egy nagy össznépi boldogság lesz a férfiaknak? Kérdezi valaki. Hát tudjuk, János minden nap ünnepli. Ugye? Nálad minden nap. Régebben napja kétszer. Nálad minden nap a Magyar Hoki Napja van, úgyhogy... Figyeljetek, én év elején mindig fogok egy piros filcet, és az egész évet kiszínet. És beírod, hogy 2016-ban is a Magyar Hoki Napját ünnepeljük. Így van. Ti tudtátok, hogy lakóterületen belül kötelező kiengedni a busz-busz megállóból, benne van a keresztbe, sajnos sok autó ezt nem tudja. Hát, Tomi, kérdezi, ezt én sem tudtam. Én sem tudtam. Tehát ha már indexel, akkor nyilván, vagy ha meg is indul, akkor. De mi az, hogy kötelező? Figyelj, csomóan csinálják azt, egyébként buszpont tegnap ment előttem, beállt ebbe az öbölbe, azt hiszem így hívják, kinyitotta az ajtót, elkezdtek leszállni az utasok, és már elkezdett balra kiindexelni. Azt csinálják, igen. És még 5 percig szálltak föl. Igen, én ezért nem engedem hát őket soha. Hát, világos. Várjál, most én megyek én, mit tudom én, x kilométer per óra sebességgel. És ízzel? Még de azt hittem, hogy romai számmal mond.
Igen, X-el megyek. Igen. Igen. XV-vel. Igen. MDC. Megyek mondjuk L-lel. Jó? Jó, L-lel megyek. Most én nekem miért nem mérhetem fel, hogy én meg tudok-e állni biztonságosan úgy, hogy mondjuk ne verjenek telibe hátulról, hogy ki tudjam engedni a buszt? Miért lenne az kötelező? Hát nyilván úgy kell, tehát hogyha tehát nem, erre lehetőséged. Nem akarszem arról, hogy felméred, és ha meg tudsz állni, engeded, ha nem, akkor te még átnézd, a következő már kiengedi, nem? Vagy itt nincsen opció, ki kell engedni kötelező? De, hogy is, hát már pont ott vagy, miért most akkor befékezel, és beléd megy négy autó hátulról. Ez mennyire durva, hogy vezetünk, és mennyi minden nem tudunk a keszről, nem? Hát szerintem nincs ilyen szabály, hogy kötelezően ki kell engedni. Hülyeség? Szerintem jó. Igen. Na, kössük ezzel a sertel kisvetnénket. Ez egyik hát nagyon fontos. Tehát, hogy legyen igaz, Ne, tényleg nem tudom, én nem tudok. Én erre mindig rájövök, hogy ez nagyon régen vizsgáztam. Ennek ez a lélektalan egyébként, hogy két bizonytalan ember egymásba kapaszkodik. És egy olyan erős is a számukra jobb megoldás. Ugye? Ez a baromság. Pedig győzködik egymást. Szerintem a járdán is el lehet menni, a forgalmi akadály van. A helyi járatos busz kell kiengedni, a távolság itt nem. Tehát én mérjem fel, hogy milyen busz? Kérdezzem meg. Ön milyen busz? De hogyan? Más a színe? Honnan tudom? Én nem ismerem a buszjáratok. A sárga az biztos távolság. A helyi az kék. És melyiket kell? A helyit kell engedni? A helyi járatos busz kell kiengedni a távolság. Tehát a távolság is rohadjon meg ott a megállóban, a helyi hadd menjen? Igaz, hogy meggyűrig, szegény. Igen. Figyelj, hogyha ha látsz a hátára erősítve póttartályokat, az távolsági busz. Akkor távolsági busz. Ez a messzire megy kellene nafta. Ha van két tár... hátul. Cseves hátizsák van rajta, akkor... És egy lyukok vannak a tetején, meg kecskék rá gumipókozba. Láttad-e már az Ohátyi kastélyt, Jani? Ohát. Ez rövidítés? Én nem tudom, ez, én miért beolvasom, mit kérdeznek. Ohát. Ohát. Na jó, ne, úgy gyerekek, ma nagyon fáradtak vagyunk. Ohát, az a kastély. Nem, azt nem láttam, de rögtön rákeresek. Nem láttam még. Ohátyi. Van, horgásztavuk van, az biztos. Na igen. Oké, egy másik. Kedves Balázs, Jani, Feri. Mondjátok, hogy remélitek nem az egész társadalom részéről érezhető ez a gyűlölet. Mindjárt kifejtő, hogy mire gondol. Valójában ugye ez a kommentes rovatunkra gondol a hallgató. Valójában az lenne a normális, ha mindenki határozottan visszautasítaná azt a jelenséget, hogy napról napra hír a médiában, hogy mi van Tatár Csillával és a hozzá hasonlókkal. Ez nem gyűlölet, hanem természetes immunreakció. Ennek semmi hírértéke nincs, egész egyszerűen a föld alá nyomták az zinger küszöböt ébresztő fel. Így egy hallgató, jó a felvetés, de akkor szerintem ezt tegyük helyre, hogy ki mit gondol erről. Ugye van egy rovatunk, ahol ugye mi kommenteket olvasunk be, szembesítve ezzel a trollokat, a kommentelőket, hogy mennyire öncélú, mennyire bántó, mennyire pitiáner kis stílű, amit csinálnak, és hogy milyen stílusban bántanak meg embereket. De én abszolút nem értek egyet egyébként az SMS írójával, hogy ha vissza kéne utasítani azt a jelenséget, hogy valakiről, mondjuk Tatár Csilláról, és ne a hozzá hasonlókról egyébként már miért van hír a különböző, mondjuk bulvár médiumokban? Eleve egyrészt azt gondolom, hogy már a megfogalmazás ez a hozzá hasonlókról, ez is már dehonestáló, tehát hogy én nem értem, hogy én személy szerint mondjuk én kedvelem a Csillát, de ha esetleg nem kedvelném, akkor is maximum semleges lenne vele kapcsolatban az álláspontom, mert mivel a probléma? Nem kattintok rá a hírre, ha nem érdekel, akkor engedd az, hogy el, bocsánat, csak ott... azért rúgni egyet szerencsétlenen. Nem, ő arra gondol, hogy ne is írjanak róla. De miért ne írjanak? Igen, de van, Tatár Csillának vannak rajongói, ők elolvassák, ők kíváncsiak arra, hogy a Csilla szoptat, nem szoptat, hízott, nem hízott. Te meg nem vagy rá kíváncsi, akkor hagyd a francba. Igen, de ilyen alapon akkor megkérdőjelezheted az összes bulvár újság létjogosultságát, amiből százezreket adnak el, a bulvár műsorok létjogosultságát, a napi bulvárlapok létjogosultságát, tehát azért ez álszentség azt gondolni, hogyha csak is kizárólag írók, költők, és nem tudom, Kossuth Díjas színészek lennének egy bulvárlapban, akkor abból 1 milliót adnak el, de a sztori csak azért ad el egyébként, mint 200 000-et, 300 000-et, mert abban vannak sorozatszereplők, celebek, bulvárhírek, nem tudom, ne legyünk már ennyire kultúrsznobok egyébként, hogy tényleg csak olyan műsorok legyenek, ahol írók, költők, és nem tudom, kik szerepelnek, egyébként meg le a bulvárral. Miért? Hát hányan veszik a kezükbe, olvassák el, lapozzák át, nézik meg, a csajok szeretik, konkrétan piacok, médiumok, lapok ebből élnek, nem? Hogy ilyen híreket tesznek le az emberek elé, ez volt 50 éve, 30 éve, 20 év múlva is lesz. És nyilván szóval nem véletlenül a Kossuth Díjasaink napjai című lapot viszik, érted? És igen, nem? És érdekes, hogy ebből senki nem csinált lapot, és kiváló
színészek, és beleférnek ők is sokszor a bulvárba, és egy Töröcsik Marival is történik valami, és hallott, hogy fölköszöntötték, és jól van, és reméljük, hogy sokáig így is marad. De hogy a bulvár miért ne lehetne, tehát a fejekben van gond, hogy valaki azt gondolja, hogy lement az inger küszöb, miért Tatár Csilla több bűsorban is szerepel, miért írhatna róla? A kommentelők hangvételével és a kommentelők rossz indulatával van szerintem sokkal nagyobb baj az, hogy ilyen cikkek születnek, hát akkor ne legyen bulvár, nem? Tehát akkor legyen élet és irodalom, így legyen van. Élet és tudomány. De van az is. De van az is. Akkor neked IPM magazin, de akkor te olvasd ezt. Így van. NatGeo, az is van újságban, minden. Van neki honlapja is, lehet azt nézegetni, és akkor ottan kiélni ezt a vágyadat. Ha meg nem érdekel a Tatár Csilla, akkor nem kell elolvasni. Hát, két, ami az a róla szóló írt. Ilyen így tök van. Egyszerű. Nem, nagyon furcsa, nagyon furcsa. Meg hát tényleg ez a picit én erőltetett, ez a én nem nézem ezeket a műsorokat, mert hogy egyébként kultúra, meg egyébként tudod, ha kultúrára vágysz, akkor ott vannak a színházak, hogy ne, persze, olyan filmek, olyan, gondolkodás, hívják, persze. Ez lehet bármit, olyan zenéket hallgatni, ez is olyan, tényleg annyira álságos dolog. Ott, mit tudom én példaképpen mondom, hogy Michael Fassbender, szerintem többen láttak a 300-ban, mint a Macbethben legutóbb. De miért? Vajon miért? Na, mert engem. Vajon miért? Jövő heti rovatban te is benne vagy, tudod, tegnap. Milyen rovatban vagyok benne? Izébe, a troll rovatban. Hogy? A hírrel, te, de nem is vagy? Nem. Nem, a Ben is. Ja? Ja, és már alá? Hülye vagy. Már, jaj, hát, de hülye vagyok, igen. Bocsánat. Jövő, ja, igen? Na, akkor jövő héten előszedjük hát, a troll rovatba. Azt igen. Az sok okosat, aki oda beírt. Nem, belőtt, ne, beleolvas, majd igen. Szia, Jani, azt szeretem kérdezni, miért léptél ki a Noxból? Vagy kitettek? Kitettek? A Noxból. Tényleg, az, Péter Szabó Szilvivel nagyon nem jöttetek ki. Kérd, igen, nem, én sokkal jobban ki akartam jönni a Szilvivel, mint amennyire ő ezt szerette volna. Ennek a következtében egy picit megromlott a kapcsolatunk a bandán belül, ő kiköltözött külföldre. Én meg tovább gyakoroltam ezeket a bokaütögetős figurákat, és hát én nagyon sajnálom, hogy így történt a dolog, de én mondtam egyébként, hogy csináljuk gumival, abból baj nem le, de nem. Nem akartam. Elnézést. Nincs ilyen a kreszben, egyébként nem kell kiengedni semmilyen. Köszönjük szépen. De most egy csomóval azt írják, hogy ki kell, hagyjál már békén. Engedjük el, igen. Azt mondja, hogy mi bajotok van az 50-es nőkkel? Ja, hogy le? Hát, hogy kérdez egyébként? Hány éves korotokig terveztek szexuális életet élni? Hát ugye a terv és a megvalósítás nem mindig találkozik, igen. Ugye? Aha. Tehát ameddig a természet engedi, a férfiak esetében azért ez ugye nehezen megoldható. Tervezhetek én 80 éves koromig, ha egy idő után már az én kicsi apró kis ányatott testem cserben hagy, ugye? Szóval azért ez egy dolog, hogy az ember meddig tervezi, és aztán egy másik dolog, hogy meddig engedi az élet, meg a te fizikumod, meg én a tested. Én az elején nem értem ezt, mi bajunk az 50-es nők. Semmi, nem, nem nekem, tudom. Nekem az égvilágon semmi bajom nincsen velük, egy gyönyörű 50-es nők vannak, ez volt az első kérdés a válasz, a második kérdés pedig az a válaszom, hogy nyitott szemmel 60, csukott szemmel 8. Addig tervezed? Igen. Ha be tudod csukni a szemed, nem az a kérdés, hogy te be tudod, de lesz, aki neked így becsukja. Van, így van. Tehát, ugye, amikor te vagy 80 éves, ott már nem a saját szemedet kell eltakarni, hanem akivel együtt vagy. Az becsukja. Persze, az a nagy kérdés. Csak azért, nehogy megtrifáljon a sötétség. Azt mondja. Már itt bajlánoltam a pitémet. Nagyon előtt kicsitettem. Jövök. Nem is érezlek. Már úgy értem a befel a szobát. Pálya. Nagyon régóta tűnődöm azon a kérdésen, remélem nem tudtok rá válaszolni. A kérdésem a következő lenne, hogyan tetoválnak péniszt? Most láttam valakit egyébként egy wellness hotelben. Talajszeggel megmutatta. Nem, az egész pali totál ki volt tetoválva, és próbáltam megnézni, hogy állunk kuksiailag, mert egy olyan szaunában voltunk, ahol teljesen le kellett vetközni. Hát... Volt rajta? Lehet tetoválni péniszt. Egyedül a két farpofája volt szabad. De várjál, most nem azért... Álmodta meg, hogy te is mire csekkoltál. Hát mi hát ott állt előttem, hát végignéztem, együtt ültünk a szaunába egy ilyen szaunaszertartáson, és ennek kijött, és bement a hideg vízbe. Orkarika az orrába, fülgyűrű, minden volt benne. Rommá volt tetoválva, mondom, megnézem a csúnyáját is. Mert aha. Azért ember legyen a talpán azért, aki oda bevésett valamit, valaki nem? Valaki vállalja, meg fogják. Az van, hogy kézbe veszi. Megfogja. Megfogja, és akkor a másik kézzel aha. Pedig megírja. Ez fáj azért. És hogy volt egyébként, amikor beült, akkor az igen. Alsó lépcsőn ült, amikor egy fél órát eltöltött, akkor már leért a grádicsig. A szauna lepedőben ült, hanem ja. Amikor bedobta magát a hideg zuhanyba, akkor láttam, hogy hát nem, nem csak az arcának a karriere, mindenek ki van tetováltat, és onnan a két pici farpofája hátul. Még a bobon gondol. Az igen. Két kis húsos kis pokácsok. Ajaj. A szabadult. És gondolom, megkérdezem, hogy az tesó. Hát most
De oda mi lesz, Bob? De aztán nem akart. Bob. Bob. BB feltett, hogy Bridget Bardot is megmutatja a párjának is, ki az a Bob. Igen, Bob. Te kemény. Feri, segíts nekem, évek óta szeretném megtudni, mi a különbség a gyrosz, a kebab, a dürüm között? Már mindenhol mindent lehet kapni, pitában, tálban, tortillában, segíts nekem. Aha, hát az első kettőt nem tudom, bocsánat, a harmadikat megmondom, ez egy török tüsszentés. Köszönöm. Persze. Szóval, hogy... A gyrosz görög, a kebab az a dürümnek, meg a... Na jó, most a sütüdümnek, meg a dürümnek, meg a húzumnak, meg a jőzőmnek. A kebab az összefoglaló. Az összefoglalója, ugye a pálcára rúdra fűzött húsnak az összefoglalója, és a dürüm az, amit ebbe a kereklepénybe csavarnak, a másik, a döner, az pedig a pitás. Tehát ez a különbség. A hús az ugyanaz, meg az egyikben azt hiszem tesznek zöldséget, a másikban nem. Én nem tudom, én anyám pitáját szeretem. Az a legjobb, az a legfinomabb, így is van. Úgyhogy ennyi a különbség. Mert más a becsomagolási módszer. Az egyiket pitába teszed, azt hiszem a dönert, és a dürümöt azt meg a csavarják. Az a tudod, amikor így egy ilyen lapos tészta. Az a wrappos. Az a wrappos, így van, a wrap, ami úgy néz ki, mint a wrap. Már a wrap az később. Mondd vissza, Jani. Wrap. Figyelj, azt nem tudom, én mindig azon gondolkodtam egyébként, hogy a kincskereső kiskedőmben Küsmödi bácsi, igen, ő török volt. Küsmödi? Istenem, az, hogy mire a gyerekem odaér, már ne legyen kötelező orvos. De az legyen, az nagyon szép történet. Légy jó, mint halálig. Kincskereső kisködmen. Bali, neked a két gyerek mellett mikor van időt filmet nézni? Nekem valahogy nincs, pedig 5 éves és 5 hónapos végigalussza az éjszakát. Hát az utolsó, a mondatod utolsó része miatt nem válaszolok a kérdésedre. Hogy végül lesz az éjszaka. Hát ez nem, tehát bántó. Nem vagyok hajlandó. Ez túlságosan bántó volt. Van az életemben fél óra, amikor csönd van. 9 órakor elcsendesednek, 9:30-kor viszont már én álmosodom el, és a kettő között van egy ilyen, Bali meglepi saját magát, nem úgy, ahogy Jani. És akkor van egy fél óra, desszert jelleggel, a nagyon csendes, akinek gyereke van, tudja az milyen, amikor a több gyerek egyszerre alszik, és hirtelen fájóba válik szinte a csend, az megvan? Amikor így kisimulnak az idegei. Olyan csend van hirtelen a lakásban. Ott van egy fél óra. Egy pici rés a pajzson, ahol meg tudok nézni egy-egy részt. Többet nem, mert egy 3-4-10-kor a Viki Meszte, ő rám talál csorgónyállal, egy távirányítóval a kezemben. Egy nachos darabbal a melkasomon mindig betakar. Megtörölgeti a számot. Szóval ott van egy fél óra, amikor tudok sorozatot. Ezért nekem 10-kor aludnom kell. És ezért is sorozatot a fél óra miatt, mert nem futsz neki a Gyűrűk Ura rendezői változatának. Mert nem, ritkán nézem. Melos lenni. Nagyon lassan, nagyon lassan haladok. Fél óra. Néha ezt a sorozat nézést becserélem egy pici olvasásra, de van kell, hogy hajlandó. Villanyoltás. Így, hogy nem alszom most már hónapok óta délután, így 10-kor nálam K.O. Igen. És miért nem? Miért nem alszol délután? Nagyon sokszor kerek fel pisilni. Köszönjük szépen! Ne, sok munka van, sok mindent csinálok, és nem. Sok munka van, és nem alszom délután. Tehát sportolok, gyereket hozod el, akkor már nem tudsz aludni, otthon van, meg a kicsi még otthon van, hát jön, megy 11, hogy 13 hónaposan azért otthon nem alszol nyugodtan. Kettőzett neki. Benne van, nem az, csak hangos. Tehát abszolút. Ha majd bölcsőbe megy, akkor már tudsz otthon aludni, hát tudod milyen, vagy emlékszel rá, hogy milyen. Jani, te is milyen volt 15 évvel, 14 évvel ezelőtt. Tehát otthon van a gyerek, akkor hiába alszol egy fél órát, tehát üvöltözik, sír, kiabál, akar valami, tehát nem tudsz aludni. Nem tudsz aludni. Azt mondja, hogy ti észrevettétek, hogy a TV reklámok 70%-a gyógyszerekből áll, ez valami össznépi agymosás? A rádió és a TV reklámok van a legtöbb egyébként a gyógyszerreklám. Ez valóban így van. Igen. Körülbelül 60-70% az a gyógyszer. Aztán ugye még van az élelmiszerszektor, a szépségápolás, távközlés, de körülbelül így oszlik el. Tehát a legnagyobb százalék azért az nem 60-70, az kicsit túlzó, de körülbelül 20% az a gyógyszer költőkből. Mi van a higiéniával? Mi van a higiéniával? Hát a szépségápolás, a szépségápolás kategóriába tartozik, így van. Nagyon nagy költők a gyógyszerköltők. Most már, erről már múltkor beszéltünk, döbbenetes, hogy most már úgy csinálják a reklámokat, hogy ha nincs semmi bajod, iszed. Igen. Mert ez már jó néhány éve megy Amerikában, de begyűrűzött, és most itt is van, hogy ugye eddig az volt, hogy ha van problémát, szed.
5 éve láttam már ilyet Amerikában, hogyha nincs semmi problémád, is kezd el szedni. Ha szeded, nem lesz problémád. És ez a legújabb, hogy most már azt is mondják, és azt kommunikálják, hogy kezd el szedni, hogy ne legyen problémád. Kemény. Az egész egyszerűen elképesztő. Tehát még nincs tünet, de szed, hogy ne legyen. Hát figyelj, hogy a családban, egy négy tagú családban azon gondolkozz, hogy csak ilyen alapvitaminokat, meg mit tudom én, ásványi anyagot beszedetsz a család minden egyes tagjával, egy 20-as elröppent. Az. Hogy, és akkor nem voltál beteg, csak így beteg, C-vitamin, D-vitamin, mitén, cink, magnézium, akármicsoda, amit így akarsz, az négy emberre majdnem 20 000 forint egy hónapban. Nem, borzasztó. És ráadásul tényleg, tehát, hogy ez az agymosás talán egy picit durva, de ugyanakkor még valahogy elülteti az ember mindig azt a gondolatot, hogy olyan 3 stádium van, még nem vagy beteg, már beteg, vagy beteg leszel. És körülbelül ezek. Uh-huh. Tehát ezért van az, hogy mit tudom én, érted, Pataki Attila meghallja a Gesztesi Károly hangját, és feljajdul. Még a Gesztesit megkalóbi reklámára. Azért mondom. Tehát a Gesztesit én már összekötöttem ugye a prostata. A prostata reklámmal. Azt mondja, hogy Feri, hova vitted az órádat megjavítani, mert én nekem is van az apukámtól egy ilyen óra, szeretném elvinni, szó volt róla a műsorban, sikerült végül? Igen, de órás. Hát azt akkor elmondtuk óráshoz. Így van, hát annyi reklámot biztos csináltok neki, Lehel piac emelet a város felé, tehát a centrum felé eső oldalon. Meg kell, egy van, csak ott segítettek rajtam. Megcsinálták? Meg, persze, de ezt annak idén elmondtam is, gyönyörű lett. Így van. Akkor jó. Késett, levették a kismutatót, és az ott adjött. Semmi baj. Ennyi. Tulajdonképpen jól megoldották, igen. A Zsűl fiú vagy lány? Hát ezt még mi se tudjuk. Ez ő is egy tépelődő típus. Tépelődő típus, néha ide is játszik, oda is játszik egy picit. Nem. A Zsűl fiú. Így van. Igen. Ez egy Gyulából jön, nem a Zsülietből jön. Aki Zsüliet. Itt mellettem. Persze, balett szerkóban. Azt mondja, Feri, sikerült megülni a 7 éves gyermek 8. születésnapját? Nem, jó mondod. Nem? 8 éves a gyerek, de 7 a születésnap. Én örülök a pénteknek. Ugye, mert a nulladikat nem ünnepled, és eltelt egy év, mire 1 éves lett. Tehát 7 évesen, már 8 éves. Igen. Köszi. Mi a véleményetek a hosszú Katinka ügyről? Gyanúsan hallgattok róla. Imádom az ilyen összeesküvés elméleteket, tehát hogy a hallgatót érdekli egy bizonyos téma, ugye? És mi arról nem beszélünk, akkor nyilván azért nem beszélünk, mert valami van a háttérben. Valami ott nem stimmel. Lapítanak a srácok közben. Lehet, hogy csak nem jutunk el oda, vagy nem akarunk vele foglalkozni, vagy úgy döntünk, hogy... Oda szólt a Simicska! Leszúrtatik a Lajos! De ezek nem beszélnek. Igen. Ezt is egyébként érdemes nem egyszerűen. Zsebben vannak ők is. Ha mondasz valamit, azért mondod, mert. Ha nem mondasz valamit, azért nem mondod, mert. Ugye? Igen. Sehogy nem vagy jó. Ez. Vagy azért mondod, vagy azért nem mondod. Vagy ha mondod, azért mondod az. Ezt. Ugye? Mert leszóltak. Mi a vélemény a hosszú Katinka ügyről? Hát nézd, ehhez úsznunk kéne szerintem, hogy azért ezt valójában meg tudjuk jól ítélni. Hogy ebben kinek van igaza. Meg hogy az, amit a Katinka állít, hogy neki bizonyos feltételei nincsenek meg, mert egyébként más országban megvannak, azok valós állítások, kevésbé valós állítások. Olvasol pro és kontra úszókat, akik megszólalnak, és vagy az úszószövetség mellett állnak, vagy Katinka mellett állnak, de ezt azért nehéz eldönteni, hogy van-e olyan rajtkő, amit Katinka hiányol, amivel például lehetne gyakorolni, igen. Hogy a forduló, hogy igaz-e az, hogy őt nem engedi be az úszodába, és nincs egy normális öltözője. Tehát nem tud az ember úgy ítélkezni arról, ha amit mi valójában nem tudunk. Én el tudom nagyjából képzelni, hogy sajnos Magyarországon nem csak az úszósportban, egyébként a profi sportban milyen állapotok vannak. Tehát nyilván van abban valami, amit ő mond. Hogy aztán ez a sajtótájékoztató, a széttépett szerződés, hát az teátrális volt. Teátrális volt nyilván. Én azt is hallottam, hogy olyan híreket is lehetett olvasni, ugye, hogy szegény Kis Lászlót oda hívták arra a sajtótájékoztatóra, és az nem volt, csak oda elment, a Katinkára nem volt felkészülve, és ez egy ilyen kicsit provokatív megjelenés lett volna. Én azt gondolom, hogy az időseknek, meg az ilyen kaliberű embereknek azért nyilván minden tiszteletet meg kell adni, vagy nem rajta bosszút állni. Az nem volt egy túlságosan szerencsés gesztus, ami azt megtette. Lehet, hogy ő erre nem volt felkészülve, nem tudott mit mondani, nem akart oda lépni, nem is látta, nem tudom. De be arra, ami nehéz ezt így kívülről megítélni, hogy kinek van igaza, én szerintem meg kell becsülni egy ilyen embert, és mindent alátenni, és támogatni, és
Az már ilyen nagyon gyerekes nekem, hogy most ha nem kérsz bocsánatot, nem indulhatsz. Jaj, meg. Ezek óvoda, szerintem, óvoda, ezek óvoda, szerintem rendesen utána meg persze, induljál, tehát... mert azért mégse zsarolhatunk meg téged, hogy ne induljál, mert azért nagyon sok mindent teszel az országért. Ezzel bócot, tehát hogy ne jelentsék valamit, szerencsétlen... amit aztán nem tartasz be. Az egész így egyébként pro és kontra szerintem a kommunikációnak az alja. Tehát, hogy a Katinkáik részéről is egy nagyon béna kommunikáció van, az USZA szövetség részéről is egy nagyon béna kommunikáció van, egy totális elbeszélés egymás mellett. Ez az üljünk le és tárgyaljunk, de azért mégsem ülünk le és tárgyalunk. Tehát, hogy az egészet nem érted. Kérek kamerarendszert, amit megrendelnek, de valójában nem is kamerarendszert kér, mert kiderül később, hogy ez egy szoftver, és ezért, és akkor mi van? Tehát, mi történik? Ki nem tudja elmondani, hogy mit akar, vagy ki nem fogja az adást, hogy valójában ennek az embernek mire van szüksége a sportoláshoz. Miért van az, hogy hosszú Katinkának nem felel meg az, ami mondjuk megfelel a Cselacinak, meg a Gyurta Daninak? Tehát, hogy nem érted az egészet. Valahogy én úgy érzem, hogy az egészben egy hatalmas katyvasz van. Tehát, hogy itt vagy egy totális mellébeszélés, hogy nincs elég információ a közvéleménynek ahhoz, hogy ezt az egész ügyet így tisztán láthassa. Ugyanakkor meg tényleg az van, hogy azért lehetne egy kicsit elegánsabban is intézni a dolgokat, tehát ilyen szerződés széttépés, minek a Kis László megalázása, minek, tehát, hogy ezek ilyen szerencsétlen dolgok. Igen. Azért nem beszéltünk erről, nem mintha lenne valami kerülgetni való, mert hogy egyszerűen nincs. Tehát ennél azért súlyosabb témákról szoktunk beszélni, csak nem látunk bele. És ja. Tehát nem tudjuk megítélni, hogy valójában kinek van. Igaz, a kommunikációt látjuk, igen, az mindkét félről elég szerencsétlen. Hát reméljük megoldódik. Ugyanakkor egy magyar sportot, meg a magyar úszást reklámozó filmben szerepelni pénzért, számomra az elfogadhatatlan például. Én szerintem meg elfogadható. Szerintem elfogadható, hogy ez az urambátyám, gyere, szerepelj ingyen, és akkor majd ott most... egy profi sportoló ebből él, igenis. Ez egy megszokott dolog, hogy gyere be, te ugorj ide nálunk, te szerepelj abba ingyen. Ez nincs külföld, ez nincs nyugaton, ez nincs Amerikában. Valaki valamit szerepel, az igenis megfizetik. Ez a profi sport. Ahogy a teniszezők sem mennek el ingyen, ahogy érted, ez nem egy jótékonysági dolog, ebből bevétel van, ebből, tehát érted? Tehát utána ezeket a jegyeket eladják, szóval ez mondom, profi sportoló, hogy én most ezt szívből megteszem, nem teszem, a profi sportnak megvannak a maga kritériumai, ezeket viszont mindkét oldalról teljesíteni én kell. Másfajta gondolkodásmód találkozott. A belőle áradó, vagy a hozzám kapcsolatú presztízzel támogatom mondjuk az utánpótlást. Ezért nem kérnék érte pénzt, mert azt gondolom, hogy neki ott kell lennie. Amikor elkezdték reklámozni ettől az országtól. Ezen a csatornán elkezdték reklámozni a Ausztrál Open-t, annak a fölvezető reklámjában benne volt a Djokovic, a Roger Federer, meg mindenki. Ők kaptak azért pénzt, vajon? Na jó, hát szerintem most ezt nem tudom megkérdezni. A meccsekből van kivágva, hogy arra az ATP delegálja őket. Biztos. Mert ott ütöttek. Az volt a fölvezetője, hogy mindjárt indul az Ausztrál Open. Hát ezek külön nagyon sok fajta, nagyon sokféle szerződésük van, ugye az ATP-vel, mint tornaszervezővel, egyéni tornákkal, de hát Gyokó mondjuk elindul egy tornán, és kérhet rajtpénzt is, akár sőt a nagyok rajtpénzt is kapnak, nem szeretetből állnak oda. Tehát ez teljesen más, nem tudom. Hát ez egy egyéni szerződés, nyilván más vonatkozik egy 60-as játékosra, még más egy világ elsőre. Nem tudom, ott kétfajta gondolkodás találkozott egymással, de hát figyelj, meglátjuk, én drukkolok neki. Az, hogy ennyit nyer és ennyi érmet szerez, minden találkozik. Az nem kérdés, hogy lehet. Fantasztikus sportember. Tehát, hogy a sportemberi kvalitásait azt nem kérdelez meg senki, hatalmas tehetségű. És ezt szurkolunk neki, hogy hozzon majd nekünk legalább egy olimpiai érmet majd Rióban. Egyet fog? Egyre van? Kalibrálja? Hát azt mondja, hogy nem a több is, de hát eddig neki nem sok babért termett az olimpiákon. Nem? Nem. De ilyen utána javult ennyire fel? Tehát az elmúlt 4 évben hozva ennyi mindent, igen? És hát többi közben. Én azt gondolom, annak köszönhetően, hogy újra magyar színek, illetve nem újra magyar színekben, nem muszatő más színekben, de hogy a Magyar Úszó Szövetség is egy kicsit így alányult, és hogy elkezdett vele újra dolgozni. Tehát volt neki egy olyan időszak, amikor így mindenki leírta, hogy nem foglalkoztak vele, meg nem kaptak más lett az edzője, amerikai edzőfér, nem is hát akkor ott indult. Az edzője, igen. Ott indult el ez igazán. Na mindegy, egyszer, mint száz, drukkolunk neki nagyon. Szeretjük, kedveljük, oldódjon meg. Meg örülnék neki, hogy nem kéne ilyenekről olvasgatni, meg ilyenek. Nem ezzel nem vesztek el a sajtó, hanem az eredménye. Meg igen, foglalkozunk az eredményeivel. Abszolút, így van. Jól van, Egerszegény Krisztina körül miért nem volt ilyen bulvár őrület, kérdezi Edith, jogos a kérdés. Hát nyilván más világ volt. Más világ volt, igen. Így van. Na, el is ment az idő, még játszanunk kell. Igen. Köszönjük szépen a kérdéseket. Hát nagyon sok jön, de van, amire hosszabban válaszolunk, és akkor többet nem tudunk. Viszont a játékossal nem akarunk kiszúrni, mert itt is van, úgyhogy valakivel már is játszunk. 3-as ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki!
Halló, jó reggelt! Halló, sziasztok! Hello! Hello! Hello. Ági? Sziasztok, igen, Ági vagyok. Hello, Ági, honnan hívtál minket? Szegedről. Szegedről, mit csinálsz? Hát, ügyintézek. Ügyintéző vagy? Milyen igen. Típusú üzletben, vagy boltban, vagy hivatalban? Jogi jellegű ügyeket intézem. Jogi jellegű ügyek. Igen. Hát, gondolom, hogy egy ügyvéd irodájában, vagy alkalmazott mondjuk. Így van. De jó. A cukis kellene legalább 8-as. A hangod. Igen. Milyenek a kérdések, Jani? Nehezek. Nehezek? Úgy nehezek, nem. Sajnos most úgy jött ki a lépés, hogy ez egy elég nehéz kérdés. De keményítettél péntekre? Igen. Főleg, hogy hölgyről van szó, ugye? Mármint a játékosunk hölgy. Na figyelj, itt szól az első kérdés. Milyen nemzetiségű volt Kolumbusz Kristóf? Olasz. Így van. Így de szép. Sanyit nem. De szép, macska vagy sem. Nagyon ügyes vagy. Jól van, mehetünk tovább? Igen. Itt szól a második kérdés. Melyik labdarúgó nyerte el idén a hazai sportújságírók által odaítélt magyar aranylabdát? Kapus. Na. Kapus, György. Kapus. Kapus, nem jut eszembe a kapus neve. Király Gábor. Miért mindig akkor mondjátok, mikor rányomok? Miért nem előbb, utólag? Szerintem még benne volt. Miért minden pillanatban dönteni, hogy most mi legyen? Benne volt. Döntsétek el. Péntek van. Figyelj. Péntek van. De rossz nevet nem mondom. De ha ma megadjuk, ez akkor a... tudod, mi? Hogy legközelebb is meg kell. De hogy kell. Na. Oké. Akkor megadjuk. Jó, adjuk meg. Jó, én már nem, már nincs erőm. Megnézi, hány másodperc a Duda szó előtt, közben, után, alatt, kicsit előbb indult a Duda, mint a válasz. Ne nehezítsük meg a saját dolgunkat. Jó, megvan az ajándékcsomag. Jó, megadjuk. Na. Mármint nem az ajándék ja, nem. Csomagod, mert hogy még van egy harmadik kérdés, most vagy hát, tovább mész. Ja tényleg, de hülye vagyok, hát még nem adjuk meg az ajándék. És elbukod az egészet. A harmadikban nem lesz semmi jó indulat a részünkről, sajnos, az biztos. Jó, rendben. Akkor mi legyen? Menjünk tovább. Itt van a harmadik kérdés. Melyik világhírű író műve alapján készült a Halálsoron című film? Stephen King. Ez az. És tudja. Jézusom, akkor csaptál az asztal. Te jó vagy. Nagyon jó vagy. Ügyi vagy. Nagyon jók a kollégáim. Ők segítettek, Ági, tényleg? Jó igen, van. Igen. Hát akkor viszont most már tényleg megvan az ajándékcsomag, úgyhogy küldjük. Jó? Nagyon szépen, köszönöm. Köszi. Köszönöm. Ciao. Hello. Igen, mit tudom. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Ez így jó volt. Jó volt. Persze, péntek, kétszer rendesek olyan jó voltunk ma. 3-4-10, lesz pontosan 3 perc múlva, jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. 3-4-10 múlt, pontosan 2 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt. Jönnek a nap legjobb pillanatai. Korra reggel egy rendkívül jó ötletünk támadt, méghozzá az, hogy... Ma is. Mindig tele vagyunk jó ötletekkel. Ugye elmondtam, hogy bérsüttetek. Egy nagyival almáspitét, és kidolgoztuk azt, hogy hogyan lehetne a munkára váró, a munkát nagyon szerető, segíteni akaró nagyikat egy kicsit befogni, ki süthetne, ki főzhetne, ki sapkát köthetne a gyermekeknek, és boldog nyugdíjas nénik, egy kicsit nyugdíj kiegészítve okozhatnának örömet fiatalabb társaiknak. Milyen jó lenne. Így van, ez, ők nem? Se unatkoznak. Ők se unatkoznak. Profitálunk belőle. Tök így van, jó. Éreznék, hogy hasznosak, hogy szükség van rájuk. Hát mennyi kihasználatlan kéz hever parlagon, mert nem süthetnek, nem főzhetnek mindenkinek, viszont szívesen vállalnák. Én találtam egy ilyen nagyit, almáspitét csinál egyébként, kiválót, és kidolgoztuk az ötletet, hogy hogy lehetne bérmunkában dolgoztatni a nagyikat. Bizony, és kitaláltuk azt is, hogy egy applikációt is lehetne erre fejleszteni, a Ninje, avagy Mama Radar. Mama Radar. Így van, Mama Radar az utcában jelezni, hol sütnek palacsintát, hol kötnek sapkát, hol készül friss közölgő almás pite. Erről beszéltünk, valamint ugye egy kamion újra beszorult a gyorsforgalmi alá, illetve pontosabban nem a gyorsforgalmi alá, hanem a kapu alá, ami Ferihegy felé vezető oldalon van, ez egy magasságkorlátozó kapu a gyorsforgalminál, és sokszor beszorulnak alá a kamionok. Én nem tudom, hogy a kapuval van baj, vagy a kamionsofőrökkel, nem is akarom ezt megítélni. Csak témaindító. Viszont nyilván ő is azt hitte, hogy átfér, és rájöttünk, hogy az ember életében nagyon sokszor van az a pillanat, amikor úgy kezdődhetne egy mondat, vagy úgy kezdődött a mondat, hogy azt hittem, hogy. Ugye? De. És innentől kezdve hát a hallgatókra bíztuk, hogy fejezzék be nekünk a mondatot. Nagyon-nagyon szórakoztató SMS-eket kaptunk.
amikor magunkról, egy szituációról, vagy valakiről azt hittük, hogy. Éjjjj. Csak aztán nem úgy alakultak a dolgok, ahogy ezt szerettük volna. Azt hittem, hogy én leszek az új tarlós. Mit érsz ide? Ja. Na megmutatjuk, mivel foglalkoztunk ma reggel. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. Kettő perc van, pontosan 10 óra, Csabi, hello, jó reggel. Jó reggelt. Hello, ciao, mi újság? Tegnap kaptál egy pár SMS-t, amikor már nem voltál. Na. Gondoltam, hogy elmentem neked, de aztán rájöttem, hogy egyrészt te is utána tudsz nézni, meg úgy is tudod. Hogy? Tehát, hogy a Ferivel együtt sokan hallgattak rá. Bacsinszkit megtették néha. Hát, nem, igen, hát többit. És aztán is. Utána elkezdték saját jó, magukat hát ostorozni, hogy... Hogy hát igen, nem volt azért kötelező ez... hallgatni rád. Persze, meg hát azért ez nem, tehát ez vannak occok, vannak esélyek, vannak lehetőségek, Bacsinszkinek rossz napja volt, elvesztette. Azóta már ma már két meccset megmondtam, ami bejött. Akik fogadtak miatt a Ferrer meccset is megmondtam, az is bejött, a Simon meccsem, az is bejött, és még mondtam a Csillicset, meg ugye, ahogy tegyétek meg nincs azt. Tehát 3-4-1 gyalában, néha becsúszik, a Bacsinszki esélyesebb volt. Hogy nem tudsz nyerni annyit a három nyertem, mint az egy bukón. Ja, ja. Hát, de még szerencsé, hogy játékpénzbe fogod. Ez nem a te hibád, csak mondom. Hogy... De milyen szerencsé, játékpénz. Így, így. Nincsen ezzel sem, ez csak egy játékesség, egy tréfa. Mondjuk ettől függetlenül Csabi felhívott olyan, még a műsorközös kérdezte, hogy kiadható a címed, mondtam, hogy inkább. Írjuk gyorsan a nap hallgatóján. Kinek? Szerénem. Ez jó, Szeréna, tedd meg nyugodtan. A második szett, tedd meg, hogy a második szettet is behúzza. Hát azt már szerintem. Morning Show. Így is. Bizony, hello. Sziasztok. Jó reggelt. Igen. Írtál nekünk SMS-t, ezzel te lettél a naphallgatója. Azt hittem, nincs kamera a klubban. Há, Árpád. Jó. Hát adjunk. Nagyon jó. Nem írtad alá, hogy hívnak? Ricsi Pécs. Ricsi Pécs. Hello, Ricsikém. Te vagy a naphallgatója. Köszönöm szépen. Tetszett az SMS-ed, úgyhogy küldjünk neked egy szép kis ajándékcsomagot, jó? Köszönöm. Köszi. Sziasztok. Ciao. Hello. Hello. Szia. Mi a recept, Feri? Egy régi paraszti kemencés ételt vettem elő, nem kell hozzá kemence, mielőtt bárki felsziszen. Ilyenkor még volt a téli, a novemberi disznóvágásból az úgynevezett bordaszél, amit ugye fölfüstöltek, és hát ezen nem sok hús van, de ízt nagyon jót ad. Ezt rakták össze annak idején, kérlek szépen, sütőtökkel, mert még az is volt ilyenkor. De azt én kicseréltem a bordaszélét azért csirkére, hogy mégis legyen. Sütőtök meg hagymára. Nem, a sütőtök megmaradt. A tepsi is megmaradt. Értem ki semmi, és egy ilyen mézes sütőtökös csirke. Azt ami mondjuk. 3 perc alatt, tudod? Hagyjál már! Most itt a hallgató, most került a sütőbe az almás, mit, amikor elkezdtek róla beszélni. Hát, lassú azért. Hámoztam, lassú. Előkészítettem, lassú. 2 kilót meghámoztam, beleszereszeltem, sütés 35-40 perc, 2 óra, mire hát ki tudom menni a sütőbe. Haló, nem erről beszéltünk, az előkészítést mondtam, nem azt mondtam, hogy kész van fél óra alatt, hanem meg szakácsoknak ez egy ilyen presztízs veszteség, hogy azt mondjátok, hogy ez egy órás kaja, minden 3-5 perc plusz a sütés ennek az előkészítője most, és te egy tál étel tényleg ugyanabban a lábosban összekevered. Mi csirketyúk? Csirke. Ha egy tál étel, akkor egy tál dödöle? Egy tál, és ettél belőle. Ez is az, fönt van már a Facebookon. Igen. Jó. Ja, és konyhakész csirkével, mert hogy azért érted, hogy csirkét megfogod, küzdesz vele. Ki küzd már vele, hagyjál már. Már a gyerek nem is tudja, hogy hogy néz ki egy csirke. Az úgy, hogy fólia alatt nő a mell. Konkrétan én a most csapatépítésen tudtam meg, hogy az orja az nem egy madár. Na, hajrá, fővárosia! Én mindig azt hogy fácán neves, orja leves. Hát én azt hittem, hogy az a sertésnek a nózia. Az orja. Mondják, az is a malac része az óriá. Mondják, azt hittem, az ami fiatal kakas, fiatal pulyka, fiatal siketfaj, mit tudom én, az óriá tudod. Mag, repül az óriá. Repül az óriá. Ez is a malac része. Hát jó, a városi vagyok. Semmi baj, nem baj az. Nálunk meg van metró. Azt tudtad, hogy egyébként, hogy a... De komolyan, mi meg metróval járunk. Hogyan utaltasd meg magad egy perc alatt? Nálunk meg van metró. Na, most... Mit mondja? Kinek mi jut? Humorizálok, csak értsétek az iróniát, értsétek az iróniát, ne baj lesz, Csabikám, remekszenék? Zseniális dalt hozok nektek, már az eredetije is az volt. Igen. A Baby Bash, nem tudom, emlékeztek el, egy ilyen hip-hop formáció volt. Komoly húzónév. A dal önmagában jó volt, de nem lett olyan nagyon nagy sláger. Egy dallam megy végig, gitárral játsszák, és ezt a Robin Schulz német DJ feldolgozta, és az benne tényleg a zseniális, hogy van egy gitárdallam, az a fő téma, arra megy rá a verze, az a bridge és még a refrén is.
Tehát erre mindig más-más dallamot énekel rá az énekes. Zseniális, ajánlom. Sugar ez a dal címe. Sugar. Meghallgatjuk. Mindenkinek nagyon szép hétvégét. Viszont kívánjuk. Viszont kívánjuk. Vigyázzon mindenki magára. Van. Jó. A sikamlós időjárásban. Elmondtuk mindent? Elmondtuk mindent. Hát akkor jövünk két napalja volt. Volt, igen. Szép hétvégét. Szevasztok. Sziasztok. Ciao, ciao. Ez volt a műsor, amelyre az ország